Sziasztok srácok, üdv mindenkinek! A mai videóban meg fogjuk nézni, hogy milyen játék a Hidden Agenda, amiről én egyébként három dolgot tudok, abból az egyik az az, hogy az Until Dawn-nak a fejlesztői csinálták. Kettő. Egy krimi, thriller, nyomozós játék lesz, egy orgyilkos, egy sorozatgyilkos után fogunk majd nyomozni, és igazából ez nem is egy játék, hanem egy interaktív mozi. Tehát nekünk csak döntéseket kell majd hozni, amik befolyásolják a játéknak a történetét. Ami egyébként egy kicsit hasonló, mint az Until Dawn-ban, de mégsem, mert ott azért irányítani kellett a karaktereket, itt meg nem. Itt minden magától fog történni, és tényleg csak a döntéseket kell majd nekünk meghozni, hogy éppen melyik helyzethez hogy viszonyulunk, hogy döntünk, stb. És ezt nem kontrollerrel kell megtenni, hanem telefonra le kellett tölteni egy Hidden Agenda applikációt, és azon belül kell majd tapicskolnunk a telefont, és hogyha jól tudom, akkor ezt lehet játszani barátokkal is, egész pontosan 5-en lehet játszani, és elég komoly dolgokat lehet úgy csinálni, amikor ötötöknek a, vagy ha már csak 3-an játszatok, vagy csak 2-en, eltér a véleménye, akkor ott egy picit megcsavarja a játéknak a menetét. De ezt majd próbáljátok ki többen, én ezt ugye most nem tudom kivitelezni, úgyhogy én egyedül fogom játszani a játékot, úgyhogy én ami döntök, az úgy is fog történni. Tehát nem az lesz, hogy én meghozom azt a döntést, hogy menjünk el balra, de a másik két haver meg azt mondja, hogy már pedig jobbra megyünk, és akkor jobbra fogunk elmenni. Tehát ez most így ilyenek nem lesznek benne, mert nyilván egyedül játszom. A másik dolog, és a harmadik, amit még tudok a játékról, az pedig az, és talán ennek örültem a legjobban, hogy egy, magyar feliratot fog tartalmazni a játék, és 2, tehát ez ilyen 3 per A, meg 3 per B, tartalmaz még a magyar felirat mellett magyar szinkront is. Tehát akár ki is kapcsolhatnám a magyar feliratot, mert fölösleges egy picit. Na, szóval, nézzük meg, hogy miről szól a játék. Mutatom egyébként, tehát a telefont itt van, tehát így, ahogy én ezt így mozgatom, úgy mozog a kis pötty. Tehát ez ilyen érdekes. Én még nem találkoztam, megmondom az őszintét, tehát akkor kezdjünk egy új játékot, bele kell vinni a pöttyöt, azt mondja, nézz a tévére, monitorom van, hello. Azt mondja, történetmód vagy versenymód. A történet az nyugodt, a filmszerű élmény. Jó. Remélem, hogy menet közben nem fog lemerülni a telefon, nem tudom, hogy meddig fogja bírni. Azt mondja, új játék indításával felülírod a meglévő mentett játékot, biztos folytatod? Igen, mert csináltam egy tesztet, hogy egyáltalán hogy működik. Történetmódban a játékot csak szórakozásképp játszod. Együtt oldjátok meg a bűnesetet, és tetszőlegesen alakíthatjátok a történetet. Igen, tehát ezt el is mondtam. Tehát elindítottam a játékot, megnézni, hogy ez a telefonos téma az működik-e, hogy tudom-e irányítani rendesen, de úgy néz ki, hogy igen. Na, indítsuk el akkor a játékot. Pillangó hatás, főnév, egyetlen esemény, bla bla bla. Jó. Tudjuk egyébként, hogy mi a pillangó hatás, az benne volt az Until Dawn-ban is. Igaz, hogy én azzal nem játszottam, de végigjátszást láttam belőle. Némelyik szerint egymáshoz való viszonyulását változtatja meg, igen. Tehát vannak olyan döntések. Na, ott le volt csapott, de azt mondja, valamelyik sorsdöntő fordulatokat idéz elő. Bizony, bizony. Na, ez jó lesz. Dönts okosan. Na, ez igen. Hát kíváncsi vagyok nagyon. Én akár hátra is dőlhetnék, nem? Tehát így simán hátra dőlhetek és élvezhetem a mozit. Ez körülbelül az. Aha, csávokán be van bombázva, jól látom. Aha. Elég durván. Ja, ez meg ilyen megszakítós csapda, hogyha megszakad, akkor robban. Á, hát ez így
fucked. Azért arra kíváncsi vagyok, hogy itt mennyi rendőr halt meg. Hat héttel később. Jó. Életrajz frissítve. Hú, nem tudom, hogy hátra dőljek, lecsúszszak, vagy hogy legyen, hogy élvezzem, mint egy kanapé kellett volna, bakter. Becky. Készen állsz? Persze, hogy kész vagyok. Csak szép nyugodtan, ahogy tanultuk. Ez... mi a terv? Ez az izé, csávó. A szavazáshoz vidd a mutatót a megfelelő négyzetbe. Oké, jó, hogy a megfelelő négyzetbe fogjuk vinni a mutatót. Ez a csávó, az izi, a Henry Cavillnek a szinkronja, ki az? Az izi, acélember, Superman, ki szinkronizálta Henry Cavillt? Bakker, én azt tudtam, hogy a magyar szinkronosan játék, csak azt nem, hogy rendes, hivatásos, tapasztalt szinkronszínészek fordították a játék, illetve adták a hangjukat a játékhoz. Akkor szerintem ez végre valahára egy olyan magyar szinkronos játék lesz, ami nem olyan, mint a Witcher-é volt. Oké. Ez már most tetszik. Óvatos, vagy... bejáraton? Hát én azt mondom, hogy óvatosan menjünk be. Becky-nek a hangja az viszont nem ismerős. Tomé, az viszont Henry Cavill. A hátsó ajtón megyek. Enyém az ablak. Lopózzunk be. Bent találkozunk. Nekem nagyon tetszik ez a szinkron. Ez nagyon el van találva. Oktató mód. Vidd a mutatót a célpontra, mielőtt elfogyna az idő. Jaj, lesznek ilyen quick time-ok is? Jó. Mikor? Most. Aha, mert ott volt egy csapda. Nézzünk utána. De mondjuk lehet, hogy jobban lett volna, hogyha ketten megyünk. Óvatosan. Ott egy egérfogó. Uha. Félünk. Tom. Óvatosan. Tom, itt van. Óvatosan. Oké, most már azért remélem, hogy ketten leszünk. Nem az új! Oké. Kezeket fel azonnal! Oktató volt. A tüzeléshez vidd a célpontra a mutatót. Gondolkodj, mielőtt lőnél, nem mindig érdemes fegyvert használni. Én nem akarok lőni, hogyha nem muszáj. Ó, de mondjuk ott van mellette egy pisztoly, és nagyon lesegeti. Nyugi van. Nyugi. Nem kell itt tüzéni, erősködni. Jó, oké, semmi baj. Nyugi. Lövök. Nem. Ne lőjön! Hé! Hey, ne játsz az idegeimmel, seggfej! Nem fogom bántani! Segítsen, kérem, szabadítson ki innen! Nyugtassuk meg! Hé! Hey. Nyugi! Hé, nyugi! Nyugi van! Nyugalom! Csak semmi hirtelen mozdulat. Vége van. Nem éri meg. Vége van. Azaz, jó, oké. Okay. Oh, megadta magát. Mi van akkor, hogyha lelövöm? Egyébként nem tudom, a kopasz csávónak viszont a szinkronja az meg Harry Potter. Az orvadász utáni hajsza ma este drámai... Orvadász! Így orrokra vadászik, mint Michael Jackson.
Finta a várost rettegésben tartott gyilkosság sorozattal hozzák kapcsolatba, amelyben az elsőként kiérkező járőrök is életüket vesztették. A fejleményekről folyamatosan beszámolunk. Hölgyeim és uraim! A gyanúsított Jonathan Finn bűnös. Hú, ez a hang is, de ismerős. Az önök feladata, hogy eldöntsék, milyen büntetést érdemel. Ez a férfi, az úgynevezett orvadász. Egyszer orvadász, aztán orvadász. Csapdát állított a tett helyeken, hogy a helyszínre kiérkező bátor rendőrök is áldozattá váljanak. Ezeknek az ártatlan embereknek azért kellett megvárjuk, hogy Jonathan Finn örömét lelhesse beteges játékaiban. Jonathan Finn minden vádpontban bűnösnek vallotta magát. Kérem a bíróságot, hogy vegye figyelembe Jonathan Finn önkéntes beismerő vallomását, amellyel megkímélte az áldozatok családtagjait az elhúzódó tárgyalások okozta szenvedésektől. Ezt hát az nagyon nagy vigasz egyébként. Kérem, hogy Jonathan Finnre a halálbüntetés helyett életfogytig tartó börtönbüntetést szabjanak ki a szabadulás lehetőségét kizárva. Köszönöm. Jonathan Finn, az ön által elkövetett bűnök súlyosságát és aljasságát figyelembe véve a bíróság elrendeli a méreg injekció általi kivégzését. Hát akkor ez nem jött össze. Ez, ennek ő miért örült? Miért örült a csávó annak, hogy ki fogják végezni? Koppincs a jegyzetek gombra. Na, ez tűnt fel az előbb. Elolvasásához, a háttértörténetek megtekintéséhez és a nagyobb fordulatok áttekintéséhez. 5 évvel később. Jó, a játékot egyébként lehet szüneteltetni egy fél pillanat. Kezdjük a ma estét a környék ügyeletes gonosztevőjével, aki nem más, mint Johnny Finn, vagy becenevén az orvadász. Már 5 kerek évet töltött el a halálsoron. Azonban már csak 48 órája maradt a földön. Ezért az jutott eszembe, hogy vajon van-e önök között olyan, aki ismerte valamelyik áldozatát? Hívjanak bátran, élnek a vonalak! Aló, szóval hát, szia, az én véleményem az, hogy már rég el kellett volna tenni láb alól azt a mocskot, vágod? Értem én, hogy nehéz gyerekkora volt, de attól még nincs joga az egészet a törvényőreim levezetni. Persze, vágom én, de azért a bizsarúink sem teljesen patyolattisztán. Ott van például az a Márni. Előléptették a gyilkosságiakhoz, kitüntették, meg minden. A csajnak nagyon megy a szekély. Közben meg kiderül, hogy több vaj van a füle mögött, mint az ülledéknek. Bizonyíték eltüntetése, helytelen magatartás, meg ki tudja még. Basszus! Hát sosem tudhatjuk, hogy ki jó és ki rossz. Most éppen rólunk beszéltek. Na, sorry, ezt most leállítom. Tehát itt van egy ilyen, hogy jegyzet, cselekmény. Azt mondja, Márni és Nelson járőr kiszálltak az orvadász nevű sorozatgyilkos lehetséges észlelésének a helyszínére, ugye így kezdődött a játék. Jonathan Finn bevallotta az orvadász gyilkosságokat, és a megyei törvényszék elítélte. Tehát ez így mind le van nekem ide írva a telefonban, mert ahogy haladok előre, kapom a plusz infókat. Viszont itt van egy ilyen karakterinfo, Jézusom. Tehát Becky harmadik körzet újonc járőre, tehát azért félt ő annyira, mert újonc járőr. Azt mondja, a megyei bíró volt Bill, azt mondja, halálra ítélte az orvadász, ugye sorozatgyilkosság ügyében. Igen, azt mondja, akkor itt volt ez a másik csaj, a Daniela, őt viszont, ő volt az áldozat, igen, tehát akkor már tudjuk, hogy ki volt az áldozat, meg hogy hívták. Jó, a Felicity ott volt a tárgyaláson, azt mondja, ő volt az eljáró ügyész az orvadászgyilkosságok ügyében, életfogytiglan szabadságvesztés kért Jonathan Finnnek, ami ugye tudjuk nagyon jó, hogy nem jött össze. A Jonathan Finn azt mondja, tetten érték emberrablás közben áldozatával, Daniellával, igen, halálra ítélték az orvadászgyilkosságért, igen, Tom Nelson, Tom Becky társa volt a harmadik körzetben, róla egyelőre ennyit tudunk. És akkor itt van a letartóztatás, azt mondja, Becky letartóztatta a Fint, és megmentette a túszt. Jó, ezek a jegyzetek mind-mind itt vannak, és akkor most folytatjuk a játékot. Sorry, de erre kíváncsi voltam, hogy mik vannak leírva. Ilyen full story-based játék lesz, illetve interaktív mozi. Jó reggelt, emberek!
Két új azonosítatlan holttestünk van. Egyre több a piros betűs név a táblán, és ha valaki nem tudná, a megoldatlan ügyek erősen rombolják a kapitányság hírnevét. Ez meg az Anakin. Az ügyre Márnit, a varázslót. Úgy Szabó Máté, őt tudom, ő Barry Allen. Elengedem a fülem mellett. Leléphetnek. Az őrmester az Anakinnak adta a magyar hangját, ugye a Star Wars filmekből. A másik a Szabó Máté volt, ugye ő volt ugye a szinkronja a Sheldon Coopernek, hey, Barry Allennek. Mondom, ilyen full tapasztalt szinkron színészek vannak benne. Örülök, hogy van valami eredménye a munkámnak. Jól vagy? Na, azt mondja, hogy jól vagyunk-e. Keserű, azt mondja, fickó egy seggfej, ne sértegessük. Oké, idegesek legyünk. Nem igazán. Olyan az egész, mint egy kozmikus összeesküvés. A jövőm annak a szemétládának a kezében van. Igen, tudom, de semmiük sincs. Tartsd magad távol Calvary-től, és vége lesz. Visszafogott. Jó, köszi. Én csak próbálom elhinni. Márni felügyelő. Válthatnánk néhány szót. Na-na. Ah, megijedtem. Bocsánat. Ez nektek is hangos volt, felborult a cigim. Márni felügyelő. Nem kéne beleszólnom a belső ügyosztály folyamatban lévő vizsgálatába, de a rossz hatással van a legjobb nyomozómra. Sajnálom, uram. Ugyan, ne kérjen bocsánatot. Maga jó zsaru. Biztos vagyok benne, hogy nem szándékosan manipulálta a bűnügyi helyszínt. Minden tisztázódik majd. Köszönöm, hogy bízik bennem, uram. Csajnak az arca is olyan ismerős amúgy. Hát, hogy nincs beleszólásunk a dolgokba. De igenis van. Ért engem? Igen, persze. Szeretném elhinni. De tudom, hogy az orvadászt 48 órán belül kivégzik. Tudom, hogy a halálsorra küldött valakit. De koncentráljon. Már alig várom Finn kivégzését. Sokan vannak ezzel így. Rohadtul nem ezt kellett volna, hogy mondjuk. De egyik sem vágyik annyira egy jó alvásra, mint én. Hogy? Nem tudok nyugodtan aludni, amíg tudom, hogy lélegzik. Csajnak az arca nagyon ismerős egyébként. Megkaptam az üzenetedet, épp az ügyfeledhez tartok. Sajnos nem tudtam visszamenni a városba. Nem tetszik, hogy az ügyvédje távollétében találkozzak Finnnel. Tudom. Köszönöm, hogy ilyen gyorsan időt szakítottál rá. Eléggé szorítja az idő. Nos, ez igaz. Elmondod, mire számítsak? Valószínűleg nem lesz könnyű szóra bírnod, csak okosan. Jó, igyekszem. Van valami tipped? Rá kell venned, hogy beszéljen Adam Jonesról. Ki az az Adam Jones? Jobb, ha tőle hallod. Van valami terved? Legyünk optimisták. Tudom, hogy szerezzem meg, amit akarok. Később hívlak. Megmutatod a csöcsöd. Jó. Szünet. Egy fél pillanat, mert most megint volt egy csomó jegyzet. Tehát, 5 évvel később Becky elkezdte aznapi műszakját gyilkossági csoportnál, ezt láttuk. Finn nem sokkal kivégzés előtt találkozott, kért Felicity kerületi ügyésző, ezt láttuk most. Oké, azt mondja, hogy Tom Nelsonról megtudjuk, hogy Beckyvel együtt léptették elő a gyilkosságiakhoz, ahol a társa maradt. Oké, ezt jó tudni. Rick Szörmester, a felettesünk, ugye, mármint Beckynek a felettes a gyilkossági csoportnál. Lana pedig a kirendelt védő. Azt mondja, Lana megkérte Felicityt, hogy hallgassa meg az ügyfele vallomását annak kivégzése előtt. Jó, Jack, ő volt a Szabó Máté egyébként, azt mondja, Calvary, az orvadász nyomozás vezető, Jack Calvary egyébként a neve, vezető rendőrtiszt, nemrég bizonyíték eltüntetésével vádolta meg Beckyt. Tehát Jack vádolta meg Beckyt azzal, hogy eltüntetett bizonyítékokat, a fasza. Becky pedig azt mondja, letartóztatta azt mondja, orvadászt, és azt mondja, gyilkossági nyomozóvá léptették elő, később megvádolták, hogy eltüntette az egyik tett helyen talált bizonyítékot. Kérdés, hogy ez igaz-e? Letartóztatásról meg annyit tudunk, hogy Beckyt és társát léptették elő, Rick Szörmos. Ezt meg már hallottuk, vagy olvastuk, csak ez egy külön fülön van. Jó. Oké, mehetünk.
Ilyenek lesznek, srácok, meg kell, hogy állítson. Mondani valója a számomra. 5 percet kap. Ha szórakozik, már itt sem vagyok. Miss Graves. Én nem öltem meg senkit. Régebben Istent vádoltam azért, ami történt. A Las Palmasban? Az árvaházban? Még csak gyerekek voltunk. Megbíztunk bennük. De már megbocsátottam nekik. Isten a megbocsátásra tanít. Nem bocsátott meg a McKinzóinak, ha már eltemette őket. A megbocsátás nem így működik. Én nem öltem meg senkit! Finn, nyugi. Nyugodjon meg! Nyugodjak meg! Meg fogok dögleni! És senki nem fogja megtudni az igazságot. Hogy érti? Mi az igazság? Hazugságban fogok meghalni. Mocskos hazug disznóként. Miféle igazságról beszél? A vallomásról, a gyilkosságokról, mindenről! Szóval mégsem maga ölte meg őket? A káplánt és a kisegítőt. Akkor ki tette? Most mondjuk kell, hogy tudunk Adam Jonesról, vagy hogy lejárt az idő. Adam Jones? Adam a barátom volt. Az árvaházban. Azok után, amiken keresztül mentünk, kinek lenne joga elítélni őt? Kíváncsi vagyok. Hallgatom. De többet kell tudnom ahhoz, hogy tehessek valamit. Adam és én, nos... átéltünk pár durva dolgot. Összehozott minket. Adam megszökött. Én a droghoz nyúltam. Amióta kijöttem, nem voltam józan. Aztán pár évvel, vagy talán pár évszázaddal később, a franc tudja, Adam megkeresett az interneten. Folyamatosan rám írt, nem hagyott békén, és állandóan a régi árvaházi szarságokat hozta fel. Azt mondta, tudja, hogyan fizethetnek meg ezért. Szóval megállapodást kötöttünk. Én elviszem a balhét, hogy róla eltereljem a figyelmet. Eltöltök pár hónapot a kóterben, aztán bum! Az orvvadász újra lecsap. Én nem lehetek, hiszen itt vagyok. Logikus, nem? Szerencsés véletlen. Szerencsés véletlen? Az a szerencsés véletlen, hogy Rominski atya árvaházat vezetett. Róka a tyúkolban. Fogalma sincs, milyen volt ott benn. A játékszoba. Az atya így hívta, de... szerintem ő volt az egyetlen, aki jól szórakozott ott. A rendőrök nem találták meg? Nem. Nos, elmehet, megnézheti. Az se biztos, hogy az árvaház áll még egyáltalán. Tehát hol van? Adam, most? Gőzöm sincs. Hogyan találjuk meg? Valahol el kell kezdeni. Tudok egy helyet. Hol van? Ez nem... jobb lesz, ha rajzolok egy térképet. Jó, van időm egyébként dönteni. Van egy jegyzetünk. Több is azóta. Atyáról azt mondja, hogy Rominski volt a káplán, aki gyerekeket zaklatott az árvaházban. Oké. Okay. Jonathanról megtudtuk, hogy... igen, halálrejtették, baba. Azt mondja, azt állítja, hogy azért tette magát az orvodásznak, tettette magát az orvodásznak, hogy elterelje a figyelmet a valódi gyilkosról, Adam Jonesról. Adam megígérte, hogy ismét ölni fog, hogy tisztázza Fint. Az így érdekes. 5 évvel később Felicity fülébe jutott Finn vallomás egy bizonyos Adam Jonesról. Ezt előbb kaptam meg, és utána a többit egyébként. Jó, rajzold azt a térképet. Itt valami most történik. Ez normális? Most ő ki fog szabadulni? Ki szabadult? Időre megy. Nyugi van. Ellie! Finn! Maradjon ott! Csak beszélgetni akarok. Azt tudtad volna ülve is. Nem fújom le. Tehát, hogyha... Oké, nem fújtuk le. Ezt talán megjegyzi. Bár mondjuk nem írta ki fentre a pillangóhatásos témát. Na, hogy lett?
Mit gondolsz? Kaptam egy jelentést Adam Jonesról. Ugyanakkor volt a Las Palmasban, mint az ügyfelem. Uh-huh. De meghalt a tűzben, ami miatt az árvaházat is bezárták. Lana, az ügyfeled épp az előbb támadt rám. Veszélyes alak. Ha az a célod, hogy kiszabadítsd, felejtsd el. Jézusom, szörnyen sajnálom. Jól vagy? Igen. Nézd, nem akarom kiszabadítani. Akkor minek kellett ide jönnöm? Ha beszámolsz a bírónak Adam Jonesról, talán ideiglenesen szabadon engedi Fint, hogy segítsen kézre keríteni Jones. Lana, már túl kés. Kicsikarhatunk egy fellebbet. Legfeljebb halogathatjuk az elkerülhetetlent. Adam Jones személye jogos kérdéseket vet fel. Nem volt célom a halálbüntetés, de nem hiszem, hogy ez elegendő a megakadályozásához. Finn nem jó ember, de nem ő az orvvadász. És ha meghal, az igazi elkövető még szabadon lesz. Ez igaz? Igen. Igazad van. Beszéljünk Winston bíróval, aztán majd meglátjuk, mi lesz. Köszönöm, Felicity. Még ne köszönd. Ebben igaza volt. Na mondjuk, oké, hogy nem ő az orvvadász, ez stím, de attól még bűnrészes, és az ugyanolyan szar. Nagyon köszönöm, hogy ilyen gyorsan fogadott. Miss Patty már tájékoztatott erről az Adam Jones ügyről. Igen, uram. Épp most beszéltem Mr. Finnel. Tapasztalatom szerint, akinek ég a lába alatt a talaj, az sok mindent képes összehordani. Uram? Önbe veszi a meséjét? Beleillik végül is a képbe. Az időzítése tényleg kissé gyanús, de szerintem igazat mond. Vagy legalábbis az igazság egy részét. Eddig beleillik a képbe. Beszélt valaki ezzel a Jones-szal? Állítólag évekkel ezelőtt meghalt. Elég lehetetlen történet, nem gondolja? Még ha létezik is ez a Jones, miből gondolja, hogy Finn megtalálja? Nem tudhatjuk, amíg nem teszünk egy próbát, uram. Ön tele van meglepetésekkel, Miss Graves. Mit tenne a helyemben? Szerintem segíthet nekünk. Ha egyetlen napra a fegyveres őrizet mellett szabadlábra helyezi Fint, talán megmenthetünk egy ártatlan embert, aki tévedésből ítéltek halálra. Értem. Legyen, Miss Graves. Ideiglenesen rendőri őrizet mellett szabadlábra helyezem Fint. Nem tudom, hogy ez annyira jó ötlet. Csak 3 órát kapnak, nem többet. Köszönöm. És ez a 3 óra egyébként real? Ezt nem fogod elhinni. És végül belement. Engem is alaposan meglepett. Ejha! Szép munka, Felicity. Ne nevezz így. Megint szólok tetsz. A gyilkosságiaknak. Jó ötlet. És Felicity, köszönöm. Még ne köszönt. Hát ez a még ne köszönt. Ez már most hangzik el tőle másodjár. Életrajz frissítve. Uha. Jó, egy fél pillanat. Megint. Tehát itt vannak itt szünetek. Tehát. Teljesítményt kaptunk. Igen. Azt mondja, Felicity a bíró elé kiterjesztette a Finn történetét. Felicity felkereste a rendőrséget, hogy ellenőrizze a Finn történetét. Ez eddig a cselekmény. Azt mondja, hogy Jonathan Finnről megtudtuk azt, hogy érveit meghallgatva, azt mondja, a bíró beleegyezett, hogy rendőri őrizetbe adja, hogy segíthesse a nyomozást. Jó. Tehát Finn fog nekünk segíteni a nyomozásban, azt mondja, a bíró pedig meghallgatta Finn vallomását, és ideiglenesen kiengedte őrizet. Ah, jó. Azt mondja, hogy pillangó hatások, na nézzük. Jó. Kimenő. Felicity rávette a bírót, hogy adja ki Fint a rendőrségnek. A vallomás pedig még aznap találkozott vele a bíróságon. Tehát... Igen, tehát mint a vallomás, ugye úgy kezdődött az egész, hogy Felicity bíró elé tárta a történetet, és még aznap találkozott a bíróságon, a bíróval. Jó. Oké, mehetünk. 43 óra. Ez kezd izgi lenni. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy mi fog ebből kisülni. Finn egyértelműen bűnös volt. Az Istenért, hiszen volt nála egy túsz, amikor elfogtuk. Ez igaz. Gondolom, nem semmi sztorival kellett előállnia, hogy a bíró meggondolja magát. Sajnálom, hogy ezt kellett közölnöm önnel, de közös a célunk. Finn nem sokára kivégzik, és meg kell győződnünk arról, hogy meg is érdemli. Ó, Jonathan Finn megérdemli. Abban biztos vagyok. Egész pontosan ki volt
Adam Jones. A nyomozás során egyáltalán előkerült a neve? Aha. Volt egy Adam Jones az árvaházban. Csak hogy a szarházi meghalt abban a tűzben, ami miatt bezárták a helyet. Szóval a történet kb. Itt véget is ér. Finn jól időzített. Lehet, hogy csak szórakozik velünk. És mi van, ha nem? Azt hiszem, lehet benne valami. A bíró is így gondolja. A rendőri őrizet alatt ideiglenesen szabadon engedi, hogy segítsen megtalálni Adam Jones-t. Finn szerint Rominskinek volt egy titkos helyisége az árvaházban. Játékszobának hívta. Ott tartotta a szabadidős foglalkozásait. Ismerősen hangzik? Nem, ilyesmire biztos emlékeznék. A jelentésben nem volt benne. Azon gondolkoztam, Hillary úr. Szóval, amikor az orvadász áldozatait vizsgálta, talált bármi olyasmit, ami arra utalt volna, hogy másik gyanúsított is lehet? Jesszusom, már vagy 5 éve volt. Nem hinném. Tehát nincs okunk Finnen kívül bárki más gyanúsítani? Emlékszem, hogy csak részleges elemzést végeztünk a bizonyítékokon, mert Mr. Finn vallomást tett, egyértelműnek tűnt. Tehát maradt még elemzésre váró bizonyíték? Nos igen, kisebb nyomok. Hozzáfér még az összes adathoz? Na álljon már meg a menet. Egyáltalán hogy juthat eszébe kiengedni azt a mocskot a cellájából? Finnnek indítéka is volt, pokoli élete volt a Las Palmasban, és gyűlölte a rendőröket. Egy másik helyszínen még a hajszálait is megtalálta. A lakókocsi parkban, igaz? A szociális munkás esete? A Márni felügyelő, lenne szíves újból elmesélni nekem, mi történt akkor este? Majd én elmesélem 2 szóban. Jól elbaltázták. Ott és akkor bevarhattuk volna Finnt. Inkább Márni felügyelőtől szeretném hallani, ha nem gond. Hogy ne. Ketri Hope a Las Palmas árvaházban dolgozott, szociális munkásként. Nem tudtuk, hogy Finnra volt el. Visszaemlékezés? Ó, igen, na nézzük. Kaptunk hívást a hokkévő lakókocsi parknál, az autópálya mellett. Folyamatban lévő betörés. Aha. Én voltam a legközelebb, ezért egyedül mentem. Rutin eljárás lett volna, de... Pattanásig feszültek az idegeink, mert az orvadász ismét felbukkant. És bármelyikünk lehetett a következő. Itt sírnak a gyerekek. Hát... Inkább a környéket. És először kint nézzünk szét, és utána menjünk be inkább. A kutya! A buta kutya. Jó, megijesztett. Vagy meglepett. Itt a 609-es. Egy betörés helyszínén vagyok. Kijárat az autópályára gyanúsított eltűnt. Bemegyek a lakókocsiba. Vettem 609-es. Legyen óvatos. Hát akkor így is úgy is be kell menni a házba. Csak így már úgy megyünk be, hogy megállapítottuk, hogy a gyanúsított nincs itt. Oké. Okay. Akkor... Mit fogunk ment találni? Oktatómod. Figyelj a képernyő tetején látható nyomokra. Igen. Jelöld ki őket a mutatóddal, mielőtt lejárna az idő. Néhány nyom a segítségedre lehet a későbbiek során, ezért érdemes mindet megtalálni. Jó. 3 nyom van abban az egyiket, pont kitakarja. A rohadt életbe, play rate, F7. Azt mondja, megtalált nyomok, egy cipőnyom. Táska. Ez. Meg a cipőnyomok. Megvannak. Csí. Egy fél pillanat. Ezt leállítom, mert most elállítottam egyébként a játéknak a sebességét.
Azt mondja, play speed normál. Köszönöm. Mert ez a capture card tud ilyet is. Itt van egy gyerek. Legalábbis egy csecsemő vagy valami. Lényeg az, hogy három nyomot megtaláltam, csak át kellett helyeznem a facecamot, mert ugye az actionnek a facecamja itt van pont középen fent, és ott a nyomokat kitakarta, de itt valami csipog. Ez nem gyerek. Ez egy nő. Azt hittem, hogy gyerek sír. Messziről olyannak tűnt. Segítsen, kérem! Jó, jó, jó. Csak maradjon csendben. Ki tette ezt? Én... egy bárban voltam, nem? Nem tudom. Itt értem magamhoz. Istenem, segítsen, kérem. Mi folyik itt? Ott a bomba. Na, először is ez a szinkron, ha jól hallom, a Smallville-ből Lanának a hangja. Nem tudom a szinkron színésznek, a színésznőnek a nevét. A nevekkel mindig problémában voltam, viszont tudtam mindig egy színészhez vagy egy karakterhez kötni őket. Na, nézzük a cselekmény, hogy mi történt. Na. Simon Hillary azt mondja, Simon volt az igazságügyi orvos szakértő az orvvadász ügyben. Jó. Adam Jones azt mondja, Adam állítólag meghalt a tűzön, amely miatt be kellett zárni a Las Palmas árvaházat. Jó. Egyelőre ennyi infunk van itt a telefonon. A cselekményben ki felidézte, hogyan vett részt orvvadász elfogásában. Jó. Mehetünk tovább, bocsi. Ajaj, segíteni kéne neki amúgy. Rendben, most eltávolítom az időzítőt. Istenem! Istenem, szabadítson ki innen! Hé, nyugodjon meg! Ez nem tudom, mennyire jó ötlet. Öröm Isten! Dobd ki a francba az ablakon! Anyám! Francba! Legalább aznap este csak egy halottunk volt. Nem sokat nyertünk, pár héttel később a szociális munkás cserbenhagyásos gázolásban meghalt. Nem szívesen élném át újra. Finn biztos meglátott. Lelépett, mielőtt végzett volna. Igen, olyan gyorsan lelépett, hogy mindent ott hagyott. Na, szóval, szóval Becky felidézte, igen, Felicity érintkezésben maradt a rendőrséggel, volt a cselekmény, életrajz, azt mondja Catherine Hope, azt mondja, Catherine volt a Finnhez rendelt szociális munkás Las Palmas árvaházban, Becky megmentette az orvadásztól, és helyszínen talált bizonyítékok Finn letartóztatásához vezettek. Nagyon jó. Mehetünk tovább. Ja, nem szüneteltetni akartam, hanem választani. Azt mondja, bátor dolog volt egyedül bemenni, hogyan lógott meg. Igazán bátor volt, hogy egyedül oda ment. Meg hülyeség is egyébként. A munkámat végeztem. És honnan tudják, hogy Finn volt? Megtaláltuk Mr. Finn egyik hajszálát. De az bárhogy oda kerülhetett volna. A DNS tesztet, összevetettük a nyilvántartással, és őt dobta ki a rendszer. Már benne volt a rendszerben? Finn annyiszor járt már az őrsön, hogy gyakorlatilag saját zárkája volt. Amikor fülest kaptunk, hogy valaki látta egy elhagyatott házban, véletlenül épp arra jártunk. Úgy tűnik, a felügyelőnek csak úgy az ölébe pottyannak a dolgok. Én legalább elkaptam, te pöcs. Vigyázzat, anyuci. Pipa lett. Együtt kéne működni. Hé, elég. Elég a kakaskodásból. Legalább tegyünk úgy, mintha egy csapatban dolgoznánk. Bizony. Az orvvadász ügy mindannyiunkat megviselt. Azt hiszem, nincs értelme tovább tépkedni a sebeket. Őrmester. Nem tehetünk többet. Kíváncsi még valamire?
Adam Jones törvényszéki adatai benne vannak a rendszerben? A haláláról nincsenek. Vettek tőle mintát, amikor az árvaházba került? Valószínűleg igen. Le lehetne kérni az adatait, hogy összevethessük az orvadász tett helyein talált bizonyítékokkal? Maga szórakozik velem? Tisztában van vele, hogy az egész osztály idejét pazarolja? Nem pazarlás. Ötletem van. Hagyjuk azt a pszichopatát megdögleni a kivégző asztalon. Calvary, elég volt. Mr. Hillary kivizsgálja az ügyet. Szólunk, ha megtudunk valamit. Köszönöm. Ennyi. Miss Graves? Igen? Csak azt akartam mondani. Calvary egy pöcs. Az. Így van. Emiatt ne aggódjon. Sokat segített. Van programja ma estére? Hogy tessék? Óriási aktakupac hever az asztalomon. Egyedül nem tudom átrágni magam rajta. Oké, persze. Segíthetek. Nagyszerű. Várom a hívását. Egyetlen egy baj van egyébként ezzel a szinkronnal, itt megállítom a játékot. Tehát a szinkronnal egyetlen egy hang van, hogyha az eredeti angol szöveg, tehát így rövid volt például, most körülbelül azt mondhatta volna az eredetiből, hogy great call me, vagy hogy nagyszerű hívjon fel. Tehát ezt el kellett, hogy a magyar szinkron színész, hogy hadarja. Tehát vannak olyan mondatok, amik el vannak hadarva a játékban. Kicsit egy zavaró, de attól függetlenül egyébként más hibája nincs a magyar szinkronnak. Viszont ha már megállítottuk a játékot, megnézzük a jegyzetfüzetünket a telefonon. Tehát a kutatás, azt mondja, Felicity meghívta magához Beckyt, hogy átnézzék az eset aktáit, és egyelőre úgy néz ki, hogy ennyi újdonság van itt nekünk a telefonon. Egyébként meg tudom mutatni így a kamerába, hogy az, itt gyűlnek az infók elég rendesen, sőt mutatom itt a cselekményét, hogy itt vannak ilyen életrajzok is, ide is mindig kapom mindig az új dolgokat, hogyha egy karakterről megtudunk valamit, illetve a pillangó hatások is itt vannak egy külön fülben, tehát ez így néz ki, tehát én nem a kis ujjamból nyaldosom ki ezeket a dolgokat, amiket én itt elmondok, hanem ezek ide nekem szépen magyarul le vannak írva. Jó, megyünk. Ja, leraktam a telefont, amivel tulajdonképpen irányítanom kell az egész játékot. Hülye. Egy patkánycsapda? Igen. Mindegyik tett helyen találtunk egyet. Valami elcseszett műgyegy lehet. Nem is tudtam róla. Inkább elhallgattuk a sajtó elől. Egyes számú célpont. Rupert Walsh, a vállalkozó. Az orvodász miután megölte, sörétes puskát szerelt a motel ajtajához, ami lelőtte az elsőként kiérkező rendőrt. Egyszerű, de problémás módszer. Nem lehetett biztos benne, hogy a rendőr töli meg. Tudunk még valamit az áldozatról? Ő volt az egyetlen, akinek semmi köze sem volt a Las Palmashoz. Egy környékbeli piás volt. Finn bemelegítő gyakorlatnak nevezte. Talán valamiféle beteges tréfának szánta. Gyakorolt egy de picit. Ha mégsem ő az orvadász... A pokolba. Ennek az ügynek soha nem lesz vége. Dehogy nem. Tartsunk egy kis szünetet, Becky. Sajnálom. Csak azt hittem, már lezártuk ezt az ügyet, de újra előkerültek az akták. Fint hamarosan kivégzik, nem is tudom. Nem könnyű úgy elaludni, hogy folyton ez zakatol az ember fejében. Nos, a jó hír az, hogy biztosan vége lesz hamarosan. Igen. Hamarosan? Igaza van. Kettes számú célpont, igazi piszkos meló. Ó, ő az, aki addig verte a gyerekeket, amíg mozdulni sem tudtak. Lemély a hal, kisegítő az árvaházban. Az árvaház előtt pár évvel a kápszereseknek jó vaskos aktájuk volt róla. De nem volt ellene bizonyíték. Mindig kicsúszott a kezünk közül. Az orvadász egy vaksötét szobában hagyta a testét, a lámpát pedig telerakta cénéggyel. A kiérkező rendőr felkapcsolta a lámpát és... Lőni lágosság. Ez már átgondoltabb módszer volt, mint az első. Jobban kidolgozta a tervet, de mégsem volt elég neki. Hármas számú célpont. Rominski atya. Ő volt a vezető. Igen. A Las Palmas lelkésze, a bántalmazó. Állítólag. Igen, állítólag. Az orvadász kiütötte, felnyitotta és telepakolta robbanószerrel, hogy az első mozdulatára felrobbanjon. Megkaptuk a felvételt az egész jelenetről.
Az a beteg állat órákon át térdeltette Rominskyt, és kényszerítette, hogy vallja be a bűneit. Miután megkapta, amit akart, felhívta telőrőrmestert. Ismerte a másik két rendőrt? Az én körzetem volt. Szóval, mind a három rendőr, beleértve önt is, mind a harmadik körzethez tartozott? A mi körzetünkben ölték meg őket. Mennyire ismerte a másik kettőt? Mármint a helyszínekre kiérkező többi rendőrt. Ahhoz elég jól, hogy ne kedveljem őket. Amint lehetőségem nyílt rá, le is léptem. Mi van, ha az első áldozatot minden esetben csak elterelésnek szánta, és a valódi célpontjai a harmadik körzet rendőrei voltak? Ez mondjuk elég érdekes gondolat. Érdekes. Tényleg? Ez a három rendőr nem az állomány krémjéhez tartozott. Ezt hogy érti? Problémák voltak a harmadik körzetben. Kábítószergondok. Fogyasztók voltak? Igen, többek között. Meglepő, hogy ez egyáltalán fel sem merült a nyomozáskor. Nem annyira. Mindegy, ezen a nyomon elindulhat. Mi folyik ön és Calvary közt? Veszettül viszkett tőle a tenyerem. A kettejük közti feszültség szinte tapintható. Csak ki akartam törni innen, hogy az FBI-nak dolgozhassak. Mire végre eljutottam oda, hogy jelentkezzek a képzésre, mit tesz ez a szemét? Jaj, ne! De muszáj volt beleütni az orrát. Mit tett? Azt állítja, hogy hibáztam a bizonyítékokkal. És nem úgy volt? Emiatt vizsgálatot indítottak az ügyben. Még ha nem is találnak semmit, a vizsgálat akkor is azt jelenti, hogy nem lehetek makulátlan hátterű, és akkor esélyem sincs az FBI-nál. Hát, ez nagy pech, Becky. Nagy pech. Apám volt a gyilkossági osztály hőse. Erre az első hetemen fogja, és fejbe lövi magát. Az a nagy pech. Nem tudja, miket beszélnek a hátam mögött. Ha belépek az irodába, összesúgnak. A legtöbben csak röhögnek rajtam. Biztos vagyok benne, hogy nem így van. Felesleges tagadni. Azt hiszik, én is megkattantam. Apja lánya. Maga jó rendőr, Becky. Rendben? Biztos vagyok benne, hogy minden megoldódik. Igen, szeretném ezt hinni. Most kijöntötte a lelkét. Egy fél pillanat, megint szünetet tartunk, mert a cselekményben semmi nincsen, viszont az életrajzoknál van három újítás. Az egyik Frankie. Azt mondja, Frankie LeMay. Azt mondja, az árvaház kisegítője, ismert drogdíler volt. Az nagyon király volt egyébként, jó párosítás. Azt mondja, Rupert Walsh, azt mondja, vállalkozó volt, hírhet alkoholista, nem volt köze az árvaházhoz. Ő volt ugye az első áldozat. És Jack Calvary, ugye a nyomozó, azt mondja, Calvary megtorpedózta Becky jelentkezését az FBI-hoz, ezért rossz volt köztük a viszony. Legalább ezt is tudjuk egyébként, hogy miért utálják egymást. Szóval nézzük a pillangó hatást. Na, háttér. Azt mondja, Becky elmondta Felicity-nek, hogy haragban volt Calvary-vel. Igen. Azt mondja, kutatás, azt mondja, Becky és Felicity együtt nézték át az aktákat. Jó. Tehát ez történt. Eddig nézzük, hogy mi fog következni most. Itt a 125-ös, a 1016-osnál. Bemegyek. Vettem 125-ös. Legyen óvatos. Rendőrség! Van itt valaki? Na? Úgy néz ki, hogy üres. Ott valaki meg van makkanva. Hall engem? Hát ide megmondom, tiszta vér. Azt a kurva!
Jó, egy biztos. Mi a helyzet? Finn nem lehet. Micsoda? Az áldozat zsaru. Hogyan? Mi történt? Próbáljuk összerakni, mi történt. Párna, bomba, bum. Egy hívás. Egy hullára bombát erősítettek. Ez az orvadász módszere. Egy rendőr? Kicsoda? Hogyan? Calvary az. Micsoda? Nem, ennek semmi. Ez képtelenség. Próbálják összerakni a teljes képet. Becky. Úristen. Biztos, hogy Calvary volt? Azért nekem más név rémlik, hogy ki volt írva. Nem, tényleg ő. Elnézést, legyen szíves elhagyni a munkaterületemet. Köszönöm. Annak alapján, amire eddig jutottunk, Calvary prostit hozott fel. Istenem. Idehozta a lányt, és tudod. Tudunk róla valamit? Keveset tudunk róla. Barna hajú, 20 éves. Remek. Calvary egy teljes tárat ürített bele a falba, de semmit se talált el. A vér tőle és Montesinosztól származik. Aki érkező? Calvary-re csapdákat erősítettek. A francba. Na várja, ácsi. Tehát nem Calvary robbant fel. Ha. Nyomok. Azt mondja, lövésnyomok. Igen, fogadd el a kép. Meg egy egércsapda. Az hol van? Ott. Jó, megvan. Oké. Okay. Tehát Calvary idehozott egy nőt, elkapták, bombát erősítettek rá, kijött egy másik nyomozó. Ha hátulról vágták el a torkát, akkor miért ebbe az irányba lőtt? Ha meg szemből támadtak rá, akkor miért lőtt mellé? Ez jó kérdés. Na, egy fél pillanat, ott a patkányfogó. Tehát Calvary ide felhozott egy nőt, nem tudom, hogy nős egyébként, majd mindjárt megnézzük. Tehát, igen, tehát a prostituált. A prosti, azt mondja, volt Jack Kerouac társaságában halála éjszakáját, lehet, hogy a nőnek is köze volt az ügyhöz. Hát nem hiszem. Azt mondja, hogy Jack Calvary, azt mondja, Calvary megölésekor egy ismeretlen prostituált volt, azt mondja, igen, azt mondja, az elkövetés módja azonos az orgyilkos nevű sorozatgyilkos módszerével. Igen. És aki meg kijött járőr, az meg Montesinos. Montesinos járőr jött ki. Tehát amit láttunk, hogy ez a járőr, ez a Montesinos, ez meglátta a testet az ágyon, és hogy levett a párnát, felrobbant. Tehát most ez, két rendőr halt meg. Azt mondja, súlyosan megsebesítette. Állj! Ide nem az van írva, hogy meghalt. Figyeljetek, ez fontos. Montesinos járőrt súlyosan megsebesítette a Jack Calvary testén elhelyezett csapda. Ezt nem most találom ki, ez ide le van írva. Nem tudom, hogy mennyire fog látszódni. Fókusz. Tehát ez mind ide van írva. Jó. Azt mondja, nézzük, pillangó hatások. Azt mondja, Becky megbolygatott egy rejtett kamerát a tetthelyen. Milyen rejtett kamera? A patkányfogóban volt a kamera? Úristen. Tényleg ő az. Akkor Calvary az meghalt, akkor Szabó Máténak ennyi volt a munkája a játékban. És találtunk egy festményt is. Ja, bocs a spoilerért. Semmi használható. De leesett a kamera. Azt nem vennéd észre? Egyébként a csaj meg tudom, hogy kire hasonlít, és lehet, hogy róla mintázták. Az Ödíjászban volt egyébként a barna hajú csaj. Sajnálom, ezt kell kérdeznem. Hol voltál tegnap este? Na, izénél voltam egyébként. Felicity-vel voltam, tudja is. Én az egész éjszakát, estét Felicity Graves-el töltöttem. Ennyi, az aktákat néztük át. Egész éjjel. Igen, már kurva sok volt. Basszus. Micsoda? Nagyon, de nagyon óvatosan kell eljárnod ebben az ügyben. Miért? Mi? Nagyon fontos, hogy legyen alibid.
Mindenki tudja, hogy nem voltatok túl jóban. Tom. Muszáj óvatosnak lenned. Tényleg azt hiszed, hogy képes volnék ilyesmire? Ez őrület. Én nem vádollak téged. Nem, de ez az első dolog, ami az ember eszébe jut. Nem borulhatsz ki. Te is tudod, hogy rosszul fest a helyzet. Legyen eszed. Mi? Hát ez őrület, baszki. Ilyen nem létezik. Utáltam azt a faszkalapot, de sose tennék ilyesmit. Én hiszek neked. Tudnod kellene, nem elhinned. Attól, mert nem voltak jóban, nem kéne, hogy én legyek az első gyanúsított. Azt a kurva! Volt még bomba! Basz, vég az első rész. Nézd meg a jegyzetfüzetet, szerez valami innivalót, majd koppints a négyzetre, amikor készen állsz a folytatásra. Azt a kurva, de megijedtem! Aha! Hú, banyek, na nézzük, hogy... Oh. Simon Hillary. Simon majdnem megölte Jack testére erősített csapda. Ez már a második csapda volt, bakter. Be is szartam tőle. Alibi. Szóval Beckynek volt alibije. De jó egyébként, hogy elmentem akkor a Felicity-vel átnézni az aktákat, mert ott mondhattam volna éppen azt is, hogy bocs, de nem érek rá, vagy elköszönhettünk volna. Tehát jó, hogy ott azt a döntést hoztam, mert akkor most Beckynek nem lett volna alibije erre az estére, hogy itt most mi történt. Jó, úgy néz ki, hogy eddig nagyon jó döntéseket hoztunk, eddig semmi olyan nincsen, amivel úgy... Tényleg úgy egy picikét is úgy mond, hátráltatnám az előrehaladást, vagy éppenséggel rossz irányba vinném el az egészet. Na jó, azt mondja, nézzek a tévére. Folytatás maga négyzet. Jó, én azt mondom, hogy folytassuk, tehát kíváncsi vagyok egyébként, hogy innentől kezdve hogy fog alakulni a dolog. Becky letartóztatta a Fint és megmentette a Tooth, Becky és társát előléptették gyilkosságiakhoz. Igen, és Rix lett a... Azt mondja, Felicity... Elétárta a Finn történetét, még aznap találkozott vele a bíróságon. Ezeket én közben elmondtam. Felicity rávette a bírót, ugye, ha adja ki Finn a rendőrségnek. Ezeket én mind-mind megkaptam a telefonon menet közben. És itt van, ez volt a lényeg, hogy átnéztük az aktákat. Ez volt az alibi, ez nagyon jó volt. Csak ugye itt el is mondtuk neki, hogy ugye Calvary-vel, hogy haragban voltak. Szóval Becky megbolygatott egy rejtett kamerát a tett helyen, de azzal egyébként nem foglalkozott senki, hogy oda leesett a földre. Becky-nek volt alibije a Calvary halálának estéjére. Jó. Folytatás, és hol a négyzet ott? Oké, tehát ez történt eddig, tehát a fontosabb eseményeket, amiket én így menet közben és telefonból... most kezdődjön a játék második felvonása. Tehát amiket én telefonból eddig felolvastam, azokat most megkaptuk, mint ez történt az első részben. Na jó, nézzük akkor a másik felvonást. A rohadt életben, de megijedtem ott a robbanástól. Egyébként a játékot nem mondtam, de kurva szépen néz ki. Hello, Simon. Hogy van? Hát... meg vagyok. Gondolom, sok a plusz meló, amikor egy őrült járkál szabadon. Jól van, emberek! Egy kis csendet kérek! Mondom, csendet! Csitmá! Ma elvesztettünk egy zsarut. A társunk holnap nem veszi fel a munkát. Rosszabb is lehetett volna. Tudom, hogy ez kemény lesz mindenkinek. Egyikünk sem hitte volna, hogy megérjük a napot, amikor Calvary kiszáll a versenyből. Ő... kártagadni nem volt kedves ember. Mit nem mondasz? De közénk tartozott. És nem tűrhetjük, hogy megtámadjanak. Jaj, bocs. Volt szemtanú. Elnézést, őrmester. Van valami hír a szemtanúról? A prostituáltról? Ja, prosti. Kiadtuk a körözést erre az Adam Jonesra is. Szólni fogunk. Amíg nem bizonyosodik be az ellenkezője, egy orvadász másolót keresünk. Az sem kizárt, hogy Jonathan Finn a rácsok mögül mozgatja a szálakat.
Ő itt Felicity Graves, kerületi ügyész, aki segít minket a nyomozásban. Ő is egyébként valahonnan ismerős már az arca. Bánjanak tisztelettel vele. Kíváncsi vagyok a végén és a nevekre. Felicity Graves kerületi ügyész alkut kötött a bíróval, így Jonathan Finn ideiglenesen a mi őrizetünkbe kerül. Na ne már, ez most komoly. Emberek, ez egy hasznos nyom lehet. Ellenőriznünk kell. Akinek valami gondja van ezzel, megtalál az irodámban. Aztán lehet menni. Kérem, nézze át Calvary régi orvadász aktáit. Keressen kapcsolatot a mostani esetekkel. Úgy lesz. Jó, rendben, értettem. Rajta, lássunk munkához. Ne feledjék. Jack Calvary figyel minket a pokol valamelyik bugyrából. Legyen ránk büszke. Hasonlóan rohadtunk, kíváncsi vagyok, hogy fog alakulni az anyamozás. Jó estét, Miss Graves. Hogy van? Nehéz elveszíteni egy rendőrtársunkat. Mindegy, hogyan történik. Meg hogy ki az? De köszönöm, hogy megkérdezte. Értesítjük, ha megtudunk valamit. Már készítik Fint a kis kiruccanásra. Szeretném, ha ön is velük jönne. Én is. De a pincében kell gályáznom. Oké. Okay. Gondolkodtam ezen az egészen. Micsodán? Alibit kértél tőlem a tetthelyen. Tényleg igen? Azt hiszed, hogy közöm lehet ehhez az egészhez? Becky. Kérdeztem valamit. Lennél szíves elengedni? Nem. Őszintének kell lennünk egymásra. Társak vagyunk. Őszintének kell lennünk egymással. Legyünk őszinték? Oké. Mindenki tudja, hogy nem bírtátok egymást Calvary-vel. Sokak szerint nincs minden rendben nálad. A helyedben sokkal óvatosabb lennék. Tom, te most azzal vádolsz, hogy meggyilkoltam egy rendőrtársamat. Volt indítékod. Én csak a munkámat végzem. Hát ez inkább csalódott, mert nem hisz nekünk. A társam vagy, Tom. Hogy is felejthetném el? Egy oldalon kéne állnunk. Nem azért állok melletted, mert társak vagyunk, hanem mert a barátod vagyok. És milyen barát az, aki nem hisz nekem? Szerinted Rix miért bízta rád az aktamunkát? Azért, hogy ne legyek útban. Lehetséges. Vagy talán tényleg úgy gondolja, hogy találhatsz valamit. Ez a csaj, ez biztos a zöld íjászba is szerepelt. Ezer. Annyira hasonlít rá. Adam Jones biztosan megfordult a Las Palmasban, ugyanakkor, mint Finn. Ezt tudjuk. Állítólag meghalt a tűzben, amiután bezárták az intézményt. Miben, hogy nem halt meg? Jones túlélte, és ő az orvadász. De ez hogy lehetséges? Nem értem. Na nézzük. Itt döntést kell hozni. Nézzünk utána, azt mondja, hogy az árvaház első áldozat, vagy a kisegítő. Én inkább az árvaháznak nézem. Ha a gyilkosságoknak köze van a Las Palmas árvaházhoz, Rominski atya a központi figura. Igen, mert egyébként... Kár, hogy a többi pap azonnal némasági fogadalmat tett, amint kiderült, hogy baj van a fején. De Finn azt mondta Felicitynek, hogy Rominskinek volt egy titkos szobája az árvaházban. A rendőrségi jelentésekben nem találtam ennek nyomát. Azt hiszem, ideje ellátogatnom a Las Palmasba körülnézni egy kicsit. Az hagyján, tehát most szeretném leállítani egy picit a játékot. Tehát most gondoljatok bele, most egy pap elkezd molesztálni fiatal gyerekeket. Azért az a fiatal gyerek, az nagyon komoly traumán fog keresztül menni. Tudnék erre felhozni egy, most már nem élő, de egy élő példát. Sajnos Isten nyugasztalja. Ugye emlékeztek, hogy körülbelül 2 éve a Linkin Park énekese Chester végzett a saját életével, és ugye gyerekkorában többször is próbálkozott ezzel, sikertelenül, szerencsére, csak sajnos az utolsó kísérlet az sikerült. Na mindegy. Tehát őt is gyerekkorában bántalmazták olyan módon. És ő ezt nem tudta feldolgozni, és ezért akar többször öngyilkos lenni, és ez okozta egyébként a halálát, és már nem tudta feldolgozni. Tehát elég komoly, tehát valakinél így jön ki, van akinél meg úgy jön ki. Tehát ezt embere válogatja, és mi van akkor, hogyha ez a pap tényleg molesztálta a gyerekeket, és
megzakkantak teljesen, tehát illetve ez a srác, ez teljesen megzakkant, ez a Adam Jones. Tehát ahogy a gyilkos elmékben is mondták annó, tehát volt egy-két rész, amiben elhangzott, hogy a bántalmazottból lesz a bántalmazó. Tehát ez a lényege, és ha már itt vagyunk, Felicity Graves-nél van, ezt mondja, hogy Calvary megölése után Felicity szorosan együttműködött rendőrséggel, hogy elfogják a gyilkost, illetve Becky-nél azt mondja, hogy Calvary megölése után Becky átnézte korábbi ügyeinek aktáit, nyomokat keresve. Jó, más nincs, mehetünk tovább. Azt mondta, hogy van hozzá kulcsod. Hát olvaj kulcssal megyünk ott be, nem hűzi mezei kulcsa, de hasznos. Ügyes kislány. És van egy olyan sejtésem, hogy most ide bejövünk, és meg fogjuk találni azt a rejtett szobát, illetve nyomokat fogunk találni, hogy azt még a mai napig használja valaki, vagy legalábbis a közelmúltban még ott lakott valaki. És ezzel be fog bizonyosodni az, hogy Adam Jones még életben van. És nyilván, hogyha életben van, akkor túlélte a tüzet. Hát kíváncsi vagyok, hogy Becky mit fog találni. Addig rágyújtok. Hol lehet egyébként az a szoba? Ott láttátok, valaki elment mögöttünk. Megint el fog menni. Jó. Kép, meg valami cucc. Jó, egy képet már itt látok. Oké. Mennék a következő képre. Ez nem az. Ez a következő kép. Meg a doboz. Gondolom az a doboz. Nem a doboz. Ez. Jó, megvan a három nyom. Furcsa idézet. Meg a fénykép. Ott az atya. És ott lent ez a kis izé, hogy nyitva van. Szegély léc. Meglazul. Na ez viszont érdekes, hogy el lehet rejtetni ezt. Azt ott van egy gomb. Az a gomb fogja kinyitni a pánik szobát. Tuti. Innentől kezdve pánikszobának fogom hívni, mert ennek az a neve igazából. Közben itt nekem van a pillangó hatásnál, Becky kiderítette, hogy Rominski atya prostikat vett igénybe. Ja, ezt már így előre megkaptuk, de most fogunk ide bejönni, és most derül ki. Értem, oké. Okay. Ó, hello, hölgyeim. Úgy tűnik, hogy Rominski törzsvendég volt. A mindenit. Igen. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy ki volt, aki elment ott a háttérbe az előbb. Hát ez egy nagyon jó kérdés. Hé. Hey. Easy, kap már el! Quick time volt a rohadt életben.
Még majdnem pofára estem a kis asztalba. Oké, ez is megvan. A polc rám ne dőljön már. Jók ezek a quick time-ok, csak... Akkor az a baj, hogy azért quick time, mert túl hirtelen jön. Hú. Vedd le vállal, azaz. Pillangó hatás van. Ne mozduljon! Kezeket fel! Jön a vonat és el fog menni. A fenébe! És ennyi, már nincs is ott. Ne. Rohadt vonat, hogy pont most kellett jönnie. És nem fog kiderülni, de miért nem szaladsz már utána? Annyi előre azért nem tett szert. Leselkedőnek írja a telefon. A Hoffman Road 22-be megyek. Találkozunk ott. Rendben. Minden rendben? Na nézzük, elmondjuk, hogy mi történt. Megtaláltam Rominski játékszobáját. Rábukkant valami? Nem igazán. De volt egy közös hobbijuk Calvary-vel. A prostik. Érdekes. Igen. Láttam egy alakot a Las Palmas körül ólálkodni. Körül? Konkrétan bent volt. Rengeteg arra felé a csöves. Elinalt, amint kiszúrtam. A háznál találkozunk. És túl jól öltözött is volt ahhoz, hogy hajléktalan legyen. Maradjunk annyiban. Na, egy pillanatot kérek tőletek. Ugyanis, Becky-nek van egy plusz infója a jegyzetben. Szóval, hogy valaki követte Las Palmas árva házig, ő pedig üldözni kezdte a gyanúsítottat, tehát ő már nem ott volt, hanem követtek minket. Jó. Pillangó hatások, leselkedő. Azt mondja, Becky alaposan szemügyre vette az őt követő alakot. Hát annyira azért nem. Kimenő. Felicity rávette a bírót, hogy adja ki Fint a rendőrség. Ez már megvolt. Finn elvitte... Ez nem új info, ezek már voltak. Mi adja be újnak? Ja nem, ez viszont új info, hogy Finn. Finn elvitte Beckyt abba a házba, ahol Adam Jones nevelkedett, akkor ez fog most következni. És hol van Finn? Ja, itt a rendőrautóban, oké, nem szóltam. Jones háza, 12:35, és még 20 óra van a kivégzésig, azért itt, ha történnek itt az események elég gyorsan. Na, mi van Harry Potter? Figyelj rá, hogy ne próbálkozzon valami hülyeséggel. Ó, próbálkozzon csak. Eszébe se jusson. Örülök, hogy újra látom. Kényelmes a karperec? Ó. Alig érzem az ujjaimat, köszönöm kérdését. Legalább őszinte. Nem segítene esetleg? Csak meglazítom neki, jó? A bizalom. Köszönöm. Szóval ide jött Edem az árvaház után? Nem leszünk köcsögök vele. Edem itt nőtt fel. Mert tényleg segít a nyomozásban. És egyébként bármilyen furán is hangzik, eddig semmi ellenséges megmozdulása nem volt felénk. Tehát eddig, amit mondott, hogy nem akar bántani, meg segít, meg ilyen, tehát mindig állt a szavát. Jó, 5 percet kérdezik. Úgyhogy ezért is nem szorítottam meg a bilincset a kezén. Erre tessék. Seggem lessék. Aha, észven túlra, kopi. Ez az a szoba. Itt aludt Edem, amikor megszökött. Finn, itt évek óta nem járt senki. Nem mondtam, hogy itt fog ránk várni. De viszont a múltjában azt mondja, sátor, papírok, doboz. Jó. Azt mondja, hogy sátor. Papírok. És a doboz. Ott van jobb oldalt. Jó. Ott van méreg. Szóval azt mondja, hogy ez az övé, nem valami csövesé? A csövesek nem mernek ide jönni. De már most mondták.
És még a papír. Ja, azok meg jelentés a tűzről. Oké. Ez meg mi? Edem apja kártevőírtással foglalkozott. Na, ne mondja. És igen jó volt benne. Aha. Tehát akkor tudjuk a patkányfogók, hogy honnan vannak. Csapdák. Hát persze. Az egyetlen dolog, amit Edem az apjától örökölt, hogy értett a féregírtáshoz. Márni felügyelő, az őrmester szerint indulnunk kéne. Miért? Nyomra bukkantunk. Még néhány percig maradnunk kell. Hogyan került Edem az árvaházba? Nos, Edem apjánál néha úgy elszakadt a cérna, hogy nem látott a dütől. Egy ferde pillantásért eszméletlenre verte az asszonyt. Az pedig egy éjjel megtöltötte a férfi sörétesét, és Edem szeme láttára szétlőtte az apja fejét. Életfogytot adott neki. Feltételes szabadláb nélkül nem látogathatta a gyerek. Persze, ha nem vette volna fel azt a puskát, apuci előbb vagy utóbb kinyírta volna őket. Szép kis igazságszolgáltatás, mi? Hát ez nem az. Hát a gyilkosság az gyilkosság. A gyilkosság nem önvédelem. Maga szerint talán nem. Attól még nem volt joga megölni. Úgyhogy Edemet a Las Palmasban helyezték el. Azt hiszem erre mondják, hogy csöbörből vödör. Hát igen. Hihetetlen. Ott se volt jobb dolga. Rominski meg az a szarházi kisegítő. Mi megpróbáltunk szembeszállni velük úgy, ahogy maguknak kellett volna, szóltunk a saruknak. A harmadik körzetet hívtuk, de senki nem tett semmit. Még a saját szociális segítőnk sem. Így amikor Adam végre kiszabadult abból a pokolból, a kezébe vette az ügyet, és kitalálta, hogyan áll bosszút. Ki ismerte a zsarukat, minden gyilkosságot percre pontosan megtervezett. Pontosan tudta, kikhez fog befutni a hívás, és mi vár majd rájuk. Se a zsaruk, se a szüleink, se a rendszer nem segített. Maga mit tett volna? Elintéztük magunk. Többes számba beszélt. Elintéztük. Én nem állnék bosszút. Nem, inkább közönyös leszek. Ezt nem én döntöm el, hanem az esküdcék. Ja, na igen. Nem volt joga ezt tenni. Régebben azt hittem, hogy csak Edem látja a világot olyannak, amilyen valójában. Hogy átlát a sok szarságon. Az emberek szívében rejlő gonoszságon. De már tudom, hogy erre csak Isten képes. Már nem igazán számít. Amint Edem elkapta a fickót, visszavonult. És most én fizetek meg helyette. A fickót? Rominskit. Az utolsó áldozatát. Visszafogottnak kéne lennünk egyébként. Nem kéne hagyni, hogy felzaklasson. Jó, legyünk visszafogottak. Ja igen, Rominski. Hogyan? Nagy szemétláda volt. Nekem mondja. A fenébe, ezt fel kell vennem. Nem gond? Nem, menjél nyugodtan. Nem lesz baj. Menjen csak. Még legalább négy szem közt tudok vele beszélgetni egy picit. Hát, ha van olyan, amit nem mondott volna. Így van. Még mindig azt hiszi, hogy csak kitaláltam. Kezd meggyőzni. De ha nem tudjuk bizonyítani, hogy Edem még él. Tudok bizonyítékot szerezni. Nem, nem tud. Igaza van. Így nem fog menni. Maga megőrült. Nézze. Most arra fog... Fórázon tartanak, nem fog előbújni. Most de arra kér minket, hogy engedjük el. Csalni, és ezüst tálcán fogom felkínálni. Még ha igaza is van, Benston bíró soha nem egyezne bele. És ha bedrótoznának, úgy meg tudnának figyelni. Nem. De működhetne. Nem. Magát halálra ítélték, vagy elfelejtette? Olyasmiért, amit nem követtem el, vagy elfelejtette. Nézze, van tiszta valami, szökés. Talán elfelejtettem megemlíteni. Ó, csupa fül vagyok. Na, és mi Edem az? Azt mondta, hogy ha valaha is kiszabadulok innen, kapcsolatba lép velem azonnal. Na, ne mondja. Úgy tehetnénk, mintha lenyomtam volna. Senki sem tudná meg. Ajaj.
Tehát itt nyilván, hogyha rámegyek arra, hogy kíváncsi, akkor el fogom engedni, és együtt fogok vele működni. De ha meg arra megyek rá, hogy közönyös, akkor kb. Lehülyézem, hogy hagyjam a fasságaiddal, biztos, hogy nem megyek bele. De mi van, de az a baj, hogy eddig még mindig állta a szavát. Tehát ez most eléggé nehéz dolog. Mert tényleg bármit eddig mondott, az úgy volt és igaza volt. Csak most kérdés az az, hogy tényleg igaza van, vagy csak így akarja egyébként manipulálni az embereket, és azt akarja, hogy elhiggyük neki, és amikor meg úgy van. Tehát amikor, hogy is van a mondás, amikor már az ember annyit hazudott, hogy amikor igazat mond, se hisznek neki, erre van egy mondás. Amikor az ember farkas kiáltott, valami ilyesmi. Én kíváncsi vagyok egyébként. Amit javasol, az egyszerűen őrültség. Nem az. Maga is tudja, hogy csak így kaphatjuk el. Nézzen rám. Ki tudnám ütni? Még így is. A zsaruk elhinnék. Hihetően csinálnám. A 75422-es robot ismét őrizetbe kell venni. Azonnal. Itt a 732-es járőr, vettem a parancsot. Ellenőrzöm és jelentem a helyzetet. És hogyan találná meg? Ez kezd érdekelni egyébként. Vannak kapcsolataim. Segíthetek megtalálni, ha elengednek. Na most van az, hogy vagy elengedem, vagy nem. De mondom, az a baj, hogy eddig tényleg mindig segített és igazat mondott. Nem tudom, hogyha most elengedem, az mennyire jó döntés. Mert mi van akkor, hogyha pont ez lett volna a célja, hogy a bizalmunkba férkőzzön, és úgy alakítva a helyzetet, bizalomból elengedjük. De mi van akkor, hogyha mégis ez kell ahhoz, hogy tényleg megtaláljuk Adamet? Már egy kicsit utána nézek az infóknak. Azt mondja, Finn elvitte Beckyt, igen. Azt mondja, infók. Bill. Azt mondja, a bíró. Azt mondja, a bíró életfogytiglanra ítélte Adam anyját, amiért megölte az erőszakos férjét. Ez nem segít most. Azt mondja, Adam Jonesnál most van három új bejegyzésünk. Azt mondja, Adam apja városi kártevő írtó volt. Adam rágcsáló csapdákkal körülvéve nőtt fel. Azt mondja, Las Palmasba küldték, mióta anyja megölte erőszakos apját. Finn szerint Adam jelente te a bántalmazást a harmadik körzetben, de nem törődtek vele, később mindenkin bosszút állt. Egyik infó sem segít, ezek olyan dolgok voltak, amiket elmondott már nekünk Finn. Jó, egyébként engedjük el. Nem tudom, hogy mennyire volt jó döntés, gyerekek! Becky! Hé! Ideje mennünk! Becky! Basszus! Valaki jöjjön segíteni! És tényleg hihetően csinálta. Jó, meglépett. Kérdés az, hogy... Amit mondott, az igaz-e volt? Az Orvadász néven ismert hírhet sorozatgyilkos pár nappal a halálbüntetése végrehajtása előtt megszökött a börtönből. Jonathan Finn 5 évvel ezelőtti kegyetlen gyilkosság sorozatának több rendőrtiszt is áldozatául esett. A hatóságok felhívják a lakosság figyelmét, hogy Finn veszélyes, és kérik, ha látják, értesítsék a rendőrséget. Egy órával vagyunk egyébként a kivégzése előtt. És kérdés, hogyha nem engedem el, akkor meghal? Rendben, tudni akarom, hogy mi történt, most azonnal! Erősebb volt nálam. Nem voltál ott a szobában, nagy darab fickó. Te sem tehettél volna semmit, és miért nem látta senki elmenekülni? Ne is próbálkozz be ki, ez csak a te hibád. Ez is el volt hadarva. Szarban vagyunk, de a feladatra kell koncentrálnunk. El kell kapnunk azt a szemetet, és őrizetbe kell vennünk. Helyzetjelentés, Tom. A szövetségiek kezdeményezik a hajtóvadászatot. Jó, menjen oda, és segítsen nekik mindenben. Becky, amíg nem csillapodik a helyzet, visszatér az aktákhoz. Na, közben vannak jegyzeteim. Azt mondja, szökevény. Azt mondja, Becky segített megszökni Finnnek, hogy megleljék Adamet. Igen, ezt láttuk. Azt mondja, Jonathan Finn.
Azt mondja, a Finbeki segítségével szökölt meg a rendőri őrizetből, elvileg azért, hogy segítsen elkapni Adam Jones-t. Az a baj, hogy elvileg, és hát remélem, hogy nem bánom meg a döntést, amit hoztam. Azt mondja, Becky segítette Finn szökését, remélem, hogy segít megtalálni Adam Jones-t. Jó, ennyi info volt most nekem itt a telefonba. Legyünk udvariasak, mert egyébként elég, tehát a rendőrség szemében ez egy kurva nagy baklövés, amit most csináltunk. Úgyhogy nem öntünk olajat a tűzre, legyünk udvariasak. Rendben, már is folytatom. Szóval. Mi a fene van a társával? Valami nem stimmel. Nem tudok rájönni, hogy mi. Tartsa rajta a szemét. Igen, úgy lesz. Oké, Tommal meg fognak figyeltetni minket. Egy órával szökés után vagyunk már. Oké. Na nézzük, minek kéne utána nézni. Mivel Finn azt mondta, hogy a kisegítő volt egyébként még. Tehát nem is az első áldozat, mert én az első áldozatot hagynám, mert az olyan gyakorlás volt, mint mondták korábban, de viszont a Las Palmasnak a kisegítője, ugye, ő róla volt szó, és mint drogkereskedő, meg ugye a Rominski atyának az egyik segítője is volt, hogy én inkább neki néznék utána. Kisegítő a Las Palmasban. Gyakori vendég a harmadik körzet zárkájában, de elég ügyes ahhoz, hogy ne ültessék le hosszabb időre. Valószínűleg voltak belsős kapcsolatai. Ha a harmadik körzet rendőrei voltak az orvadás célpontjai, ő lehet a kapcsolat a két csoport között. A testvére Vernon Lemay egy belvárosi üzemben dolgozik. El kéne beszélgetnem vele. Ja, ez nem egy hülye gondolat. Azt mondja a telefon, hogy kis türelmet. Belváros. Már két órája egyébként szabad lábon van. Az a fránya derék fájás, de gyűlölöm én is. Beszélgessünk egy kicsit. A francba meglátta, hogy rendőrök vagyunk, aztán már... Itt a 609-es, egy gyanúsítottat üldözök. Gyalog. Gyalogosan menekül lett volna egyébként a... mondat csak le volt harapva. Ok nélkül nem menekül az ember a rendőrség elől, úgyhogy valami titkol már, most mondom. Valamit rejteget, valakit védeni fog, valakinek fal az, teljesen mindegy. Valami nem tiszta az emberrel. Le ne ugorjál a tetőről, mert rosszul leszek. Ne közelítsen! Maradj alatt! Meg kéne nyugtatni egyébként. Én csak beszélgetni akarok. Figyeljen rám! Ne tegyen semmi hülyeséget ebben! Nekem nem parancsol! Nem. Csak beszélni akarok magával. Mi a francról akar beszélni? Csak beszélgetni szeretnék. Segítségére van szükségem. A Las Palmas árvaház! Segítenie kell. Ha együtt működik, hamarabb rendeződik ez a kis félreértés. Ne közelítsen. Nyugi. Tényleg nem akarok bajt. Letesszük a fegyvert is, csak lásd, hogy komolyan gondoltam. Szépen nyugodtan, jó? Csak beszélni szeretnék. Rohadt élete. Oké, ő is letette. Tényleg, komolyan mondom. Jogában áll hallgatni. Igen, bármi, igen, felhasználható mond. Ellenem a bíróságon. Nem most hallom először. Gyerünk. Oké, hú. Szerintem, hogyha elkezdtem volna fenyegetni, akkor ő inkább leugrik a tetőről, mint sem beszéljen.
ezért jók az ilyen játékok, ahol a döntések befolyásolják a végigjátszást, mert így a játék bármennyire is rövid vagy hosszú, több végigjátszás igényel. Most a bátyáról van szó. Adam Jones. Mit tud róla? A bátyám említette párszor. Azt mondta, tök mindegy, hányat sózott be neki. A gyerek csak bámult rá. Üres tekintetével. És tűrte. A bátyám azt csinált, amit akart. Hiába panaszkodtak rá. A zsaruk nem bántották az aranytojás tojótyúkot. Mégis miért? Tudja mit? Elfáradtam a sok beszédben. Kb. Én három mondatot mondta. Tisztában vagyok a jogaimmal. Részleteket. Alapos. Szóval ki mondjam, ő szállított mindenkinek. Én megyek a dutyiba. Akkor jó sok helyet kell felszabadítani. Mégis miért? Mert viszem magammal a fél rendőrséget. Hoppá! Hoppáré! A rendőrök is benne lesznek. Egy fél pillanat, azt mondja, hogy a cselekmény, azt mondja, hogy őrmester, igen, tehát itt az van, hogy Becky átkutatta a árvaházat, az megvan, Finn elvitte Beckyt a házba, Jonesért, azt mondja, megvitatták Finn szökését, ugye Becky meg a őrmester, Becky felkutatta az egyik áldozat testvérét, és Becky kikérdezte Vernon a testvérem múltjáról, történt eddig. Jó. Frankie LeMay, azt mondja, megállapodott a harmadik körzet rendőrével, hogy fedezzék a kábítószer üzletét. Tehát benne vannak a rendőrök, és erről Vernon tud. Vernon LeMay, Vernon testvérasszony a testvérével az orvadász végzett. Becky, azt mondja, sikeresen elfogta Vernon LeMay-t, hogy kihallgathassa. Jó. Azt mondja, a hajsza, Becky lebeszélte Vernon, miután a fegyvert fogott rá. Jó. Na, szóval. Szerintem eddig is türelmesek, meg nyugodtak voltunk vele, semmi agresszív viselkedést nem mutattunk felé. Én arra gondolok, hogy mi volna akkor, hogyha nem ellenséges lennék vele, hanem visszafogott. Vidd innen ezt a szarzsákot. Ezt kinek mondtuk, hogy vigyük ide? Ja, az autóba ül valaki. Gondolom én, hogy nem én fogom vezetni az autót, vagy igen? Nem. Hát te, ki gondolta volna, hogy fel fogsz tűnni, miután rád parancsoltak, hogy figyelj minket. Ez a dolog LeMay-jel és a harmadik körzetes srácokkal. Ezzel foglalkoztál akkoriban? Telőr volt a főkolompos. Sosem tudtuk, miben sántikál. De tudtam, hogy biztonságra készült. Ezért léptem le. Erről szólnunk kell valakinek. Nincs értelme előrángatni a holtakat, csak hogy besározzuk őket. Nem eshet folt a rendőri becsületem, mi? Most nagyobb halra vadászunk. Nice, érdekes lesz. Kezd érdekes lenni a dolog, hogy már rendőrséget is belekavarják elég rendesen, mert ugye mondta Vernon, hogy fél rendőrség benne van. Ház a Nemzeti Parkban. 20 óra. Ez már 5 órával van szökés után. Ez már egész jó idő, jó bírja. Itt van egy olyan jegyzetben, hogy Vernon felfedte testvér és a korrupt rendőrök kapcsolatát. Ennyi. 2023. Újabb kutatás Jack Calvary felügyelő meggyilkolásának helyszínén. Aha, visszajöttünk ott, ahol Jacket megölték. Először a hálószobát vizsgálom. Akkor szerintem most fogjuk megtalálni a rejtett kamerát. Nem tudom, helyiség. De lehet, hogy a helyszínelők szem előtt tévesztettek valamit. Az a rejtett kamera mondjuk eléggé pici. Jó, azt mondja, az ágy, az eléggé szembetűnő. Jó, ezek voltak a sörétesek, az ágy, meg a rejtett kamera valóban a képnél esett ide le. Oda,
Így van. Megvan mind a három nyom elvileg. Oh. Ronda látvány. Hát. A nyomok kifelé terjednek. Az ágytámlán. A... robbanás vele. A labor megerősítette, hogy a lövéseket Calvary fegyveréből adták le. Uh-huh. De miért? Szerintem az a rejtett kamera egy eléggé feltűnő helyen van. Nem tudom, hogy vizsgálták át a szobát. Hogy ezt nem vették észre. Na mindegy. Tehát az a lényeg, hogy... meg mi? Aha. Tehát ez a... ez a rejtett kamera, ez elég sok választ fog nekünk szerintem adni egy csomó kérdésre. Na nézzük. Ja, hogy kinagyítja, jó, nem kell közelhajolni akkor. Ez fura. Ezt helyesen. Ha. Hát ez meg ki? Hát ez egy nagyon jó kérdés. És ki jön vissza? A kapuclis, akit üldöztünk a záróházban. Ő lőtt a fegyverre, random, tudja franc, hogy miért. Te jó ég. Ez az árvaházból van. Hm. Na hát, sosem hittem volna, hogy ezt mondom, de mázli, hogy Calvary egy perverz állat volt. Ha! Ez durva. Ezt mondom én is. Blue Movies. Jó, akkor elvileg itt végeztünk. Ez megmagyarázott egy-két dolgot. Tehát akkor a prosti is benne volt. És tudjuk nagyon jól, hogy... anyádat. Felicity Graves. Hello, Felicity. Hello, Becky. Hallgatom. Találkozhatnánk? Átnéznék pár bizonyítékot. Persze. Oké. A Temple Barban? Remek. Nagyszerű. Ez Felicity? Az okay, fel... itt a második felvonás vége. Koppints a négyzetre, ha készen állsz a folytatásra. Az Felicity volt? Az Felicity volt? Ott valakit elkapott, nem? Na várjál, cselekmény. Azt mondja, egy titkos alak elrabolta a bírót. Az a bíró volt. Tehát az a... tehát az, amit már eddig olvastam, azt nem fogom mondani. Ami viszont új, hogy Becky visszatért Calvary megölésének helyszínére, ahol nyomokat keressen Stim. Az egy titkos alak elrabolta Vanstone bírót. Tehát ezt láttuk itt az előbb a végén. Jó. A prostituált. Azt mondja, a prostituált ölte meg Jack Calvary, de ki volt a tettes társa? Tehát a prosti ölte meg Jacket, oké, okay, de a másik, az a gyanús csávó a kapucniban, ő vele találkoztunk az árvaházban is. Ő lőtt a fegyverrel, meg valószínűleg a bombát is ő helyezte el Jacknek a testén. Utóhatások, azt mondja, a kémkamera. Azt mondja, a kamera titokban rögzítette Calvary meggyilkolását. Az mondjuk nem rossz. A fenne abban a pervers disznóban egyébként, hogy az együttlétet fel akarta venni videóra. De ez most szerencsére előnyünkre vált. Na, jó, menjünk, akkor nézzük meg a következő felvonást. És nézzük akkor, hogy a játék hogy összegzi az eddig történteket. Felicity rávette a bírót, hogy adja ki Fint rendőrségnek. Azt mondja, Finn elvitte Beckyt a Adam Jones nevelkedett Stim. Azt mondja, Becky megbolygatott rejtett kamerát a tett helyen, azt mondja, titokban rögzítette ez a kamera, ugye Calvary meggyilkolását, ez eddig tiszta sor. Azt mondja, lebeszélt a Vernon, igen, Vernon felfedte testvérének és a korrupciós kapcsolatás, Tim.
Azt mondja, kiderítette, hogy Romanszki atya a prostikat vett igénybe. Hát elég pervers tekinteted van már, nem azért. Azt mondja, Becky alaposan szemügyre vette az őt követő alakot. Hát abból annyit tudunk, hogy vékony, elég valószínűleg, hogy férfi, kapucnit visel, meg szürke felső van rajta, segített megszokni Finnnek, hogy megleljék Edemet. Ez volt egyébként a legnehezebb döntés ebben a felvonásban, hogy most elengedem Fint vagy nem. És egyébként nem tudom, hogy Finnnek a sorsa azóta hogy alakul, mert valami 5 órája van egyébként szabadlábon, illetve hát úgy szabadlábon, hogy menekülésben. Na jó, folytassuk akkor a sztorit. Harmadik most rész. Kezdődjön a játék harmadik felvonása. Temple Bar. Tehát konkrétan már 6 órája van szökésben Finn. Oké. Okay. A fickó a felvételen, a kapucni is. Ugyanaz, akit korábban üldöztem. Biztos ebben? Egész. Igen. Értem, szóval ez a prosti az orvadásznak dolgozik. De miért? A nő csalja meg az áldozatot, ő meg felállítja a csapdát. Állj! Ugye az előző fejezetnek a végén láttuk, ahogy varnak össze valamit. Valószínűleg egy sebet vartak össze, vagy a száját, vagy én nem tudom, valamit összevartak azzal a tűvel. És az illetőn nem volt kapucnin. Valószínűleg, hogy ő volt a tettes. Oké. Az árnyakból, meg mindenből, a körvonalakból én arra gondolok, hogy Felicity az, már a frizurája véget. Most viszont Felicity-n ugyanolyan kapucnin szürke felső van, mint azon az illetőn, aki követett minket, illetve akit üldöztünk az árvaházban. Biztos, hogy nem Felicity lesz az, akit én keresek? Ez most érdekes. Na nézzük közben, hogy milyen pillangó hatás van háttér. Később bárba vitatták meg az ügyet Felicity-vel. Jó, oké. Ez stim. Oké, azt mondja, hová tűnt a prosti? Örültségnek hangzik, de elgondolkodtató. Az a baj, hogy... Felicity ezt kérdezi, azt mondja, a nő megöli őket, a férfi meg csapdát állít. Tehát a prosti megöli, a másik meg el. De most már az sem biztos, hogy a férfi az. Nem biztos, hogy férfi a tettesünk, aki csapdát állít, ugye a bombákkal. Örültségnek hangzik, de elképzelhető, örültségnek igen. Örültségnek hangzik, de elképzelhető. Mert hogyha belegondoltok, köszönöm, akkor vannak olyan... Amikor Calvary 5 éve az orvosügyben nyomozott, egy fontos dolgot nem vett észre. A prostikat. Így van. Rominski atya is csípte a prostikat. Na náha csípte őket. És most Calvary tölte meg egy, legalábbis valaki, aki annak volt öltözve. Talán aha, az orvadász egy prosti segítségével csalogatja az áldozatait az előkészített helyszínre. Én már nem is tudom, mit gondoljak. Mintha mindenki az én nyakamba lihegne. Ne aggódjon, felügyelő. Velem biztonságban van. Na-na. Szóval. És ezt is a gyilkos elmékből fogom mondani, mert imádom azt a sorozatot, hogy vannak olyan elkövetők, tettesek, gyilkosok, teljesen mindegy, hogy nevezzük őket, akik szeretnek belefolyni a nyomozásba. Konkrétan a nyomozásnak a részévé fognak válni, tehát megölnek, mit tudom én, 10, 15, 20, 30 végtelen embert, és a nyomozásban, mint szemtanú, vagy mint egy jótét lélek, majd ő segíteni fog, csak azért, hogy lássa, hogy a rendőrök hogyan haladnak a nyomozás, és ő erre élvezkedik. Tehát mi van akkor, hogyha tényleg... Most nekem az egyik első számú gyanúsítottam Felicity lett. Jó, mondjuk azt, hogy senki sincs biztonságban. Jó, ígyunk, nem, nyugodtak vagyunk. Erre iszom. Erre jött egy pillangó hatás. Bekívott egyet a bárban. Finnnek talán igaza van. És tényleg Adam Jones áll az egész mögött. De ha tényleg ő áll az egész mögött, akkor hol lehet most? Szerintem Adam Jones meghalt, és nem Adam Jones keresik, hanem Felicity-t. Azt mondom, aludjon rá egyet, és reggel számoljon be mindenről az őrmesternek.
Rendben. Viszlát. Annyira gyanús, hogy Felicity az. Halló? Megtaláltam Adam Jones-t. Mi van? Hol van? A háza előtt állok. Mondtam, hogy megtalálom. Épp a háza előtt állok. Mármint hol? A városban? Igen. Beszélt vele? Hazáig követtem. Nem látott meg. Egy nő távozott tőle nemrég. Most egyedül van oda bent. Mondja a címet. 1712 Alameda Road. Akkor ez jó döntés volt, hogy elengedtük. Tehát akkor... Nem kellett volna innunk, bakker. Tehát arról papoltam végig, hogy... Végig arról papoltam, hogy mennyire gyanús Felicity. Erre beleiszok az üvegbe, amit ő adott nekem. Nem kellett volna inni az üvegből, baszki. Hogy lettem ennyire hülye? Végig arról papolok, hogy mennyire gyanús Felicity. Erre iszok abból a szarból, amit ad. Szia, Lana. Nézd meg az e-mailjeidet azonnal. Milyen... Ó. Oh. Bárki is volt, erős érvet hozott amellett, hogy már ölte meg Calvary-t. Sőt, nem is csak őt. Jázd le a felvételt. Jól felvágták a nyelvét ennek a Marnie-nak. Óvatosnak kell lennünk, míg a végén jól elcsesz nekünk valamit. Mit mondott? Megfenyegetett. Mindannyiunkat. Elszaladt vele a ló. Valaki évekig ült ezen a felvételen. Felismered a hangokat? Nem. Kellene? Megerősítették. A két tiszt, akit megölt az orvvadász. Nézd, Marnie furcsán viselkedett, és igen, volt indítéka. De? Nem volt lehetősége. Ezt honnan tudod? Nálam volt aznap éjjel, amikor Calvary-t megölték. Oh. Vagyis, mondjuk akkor így Felicity az ki van zárva, tényleg, mert együtt voltunk. Tényleg, akkor Felicity az mégsem. Mert akkor, amikor Calvary-t megölték, akkor Becky-vel volt együtt aznap éjszaka. Tehát akkor Felicity mégsem, pedig a felvételen egy hasonló felsős látunk, na mindegy. Tehát azt mondja, elrabolták miután, ez most Becky-ről szól, miután elkábították a bárban, igen. Azt mondja, pillangó hatás, Finn rátalált Adamre az új címén. Jó. Nyolc órával vagyunk a szökés után. Már rohadtul kíváncsi vagyok egyébként. A Felicity is gyanús volt a frizurájával, meg azzal a kapuszins felsőjével. De most tényleg egyébként ő nem lehetett, mert... De itt valaki még van rajtunk kívül. És ez a csipogó hang sem tetszik. Tehát Felicity nem lehetett, mert az aktákat együtt néztük át egyik este, amikor ugye Jacket megölték. Elrabolva, azt mondja, egy szállodában tért magához, bíró mellett, akire csapdát szereltek rá. Azt varták össze. Bassza meg! Istenem! 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 Ú, bakter. Te jó ég. Mit csinált velem az a kurva? Tehát nő volt. Velém az Isten verje meg! Elmondjuk neki, hogy mi újság van. A Benton bíró. Mi az? Bomba van. Az orvadász volt. De bombát szerelt magára. Micsoda? A franc. Ne. Kérem, ne! Valamilyen bomba lehet. Francba, valahogy meg kell oldanom. Istenem! És 3,5 perc múlva robban. Ez baj. És egy nő volt. Ez biztos. Hogy van a feje, Marnie felügyelő? Te ki a vagy? Jönnek. Tudják, hogy maga volt. Tudják, hogy maga őt meg mindenki. Ránk akarnak kenni mindent. Nincs menekvés. Ön az orvvadász Becky. Ki a faszom vagy? Ki maga? Miért csinálja ezt? Akár még élve is megúszhatja, ha ez megnyugtatja. Kösz. De
figyeljen. Ha jól megnézi, Winston bíró egy aprócska pulzus számlálót visel a csuklóján. Igen. Azt szinkronizáltam egy mobiltelefonnal, amit sebészi úton a gyomrába jön. Azt látom, nagyon sebészi. A telefon csak az időzítő, de minden egyes szívben is elvesz egy másodpercet. Minél gyorsabban ver a szíve, annál gyorsabban telik az idő. Tehát meg kell, hogy nyugtasson. Mi történik, ha a számláló meg kell, hogy nyugtassuk. Távolságon belül mindenkinek. Vagyis mondhatjuk, hogy az összes rendőr is meghal, aki ott nyüzsög, hogy letartóztassa magát. De ezt miért csinálja? Miért csinálja ezt? Mi a célja ezzel? Hát nem az, hogy ostoba rendőrökkel társalogjak. Néha nincs más út, csak a gyilkosság. Megpróbálhat elfutni, de előfordulhat, hogy idő előtt kibukkasztom a lufit. És annyi robbanó anyag van ott, ami az egész szintet letarolja. Jézusom! Nem véletlenül hagytam ott a pisztolyát. Ha leáll a bíró szíve, leáll az időzít. Ezt nem teheti! Azt a kurva! Maga is élhet, vagy meg is halhat. A maga döntése. Tehát, hogyha megölöm a bírót, megáll az óra. Mit mondott? Ki fog szabadítani innen? Ez nagyon durva. Vagy elmenekülök, vagy maradok. Na nézzük, hogy milyen életrajzokat kaptunk. Azt nem válaszoltunk rá? Most ilyenkor mi történik? Maradjunk. Maradunk. Ki tud szabadítani, kérem? Igen, ez Steam. Tehát ezeket az infókat tudjuk, hogy ránk akarja kenni. Maradunk. Nagyon sajnálom. Nem kéne, hogy lelőjük. Ne, kérem, ne. Én nem lőném amúgy le. Én nem lőném le. Hát hogy menni egy ártatlan embert, hogy tudnám már lelőni? Nem tehetem! Hát ez meg a másik. Ó, Istenem! Istenem! Köszönöm! Hát basszatom a köszönetedet, hogyha mind a ketten itt halunk meg miatta. Muszáj. Megnyugodnia, jó? Nyugodj meg! Próbáljon nyugodt maradni. Micsoda? Ért engem? Miért? Mert hogyha megnyugszol, lassabban ver a szíved, és akkor lassabban ketyeg az óra. Elmondom mi neki. Mi az Istenért? Nyugodjon meg! Kérem, nyugodjon! Elmondunk neki mindent. Nyugi van. A számláló elér a nullához. Mindketten meghalunk. Mennyi időnk maradt? Az a szívedtől függ. Bőven van időnk, megnyugtatom. Még bőven van időnk, rendben? Ha megnyugszol, maradjon így. Úgy. Őrizzük meg a nyugalmunkat. Meg fogjuk oldani. Szóval, ha kiveszi belőlem a telefont, abból nem lehet baj, ugye? Na ez egy nagyon jó kérdés. Ez egy jó kérdés amúgy. Kitépem belőle a francba. Fél perc alatt, de kiszaggatom belőle a telefont. Rohadtul fog neki fájni, de... Kérem! Nem bírom tovább! Álljál már, valami történjen már! Igen! Igen! Azt a rohadt életbe! Ne, most elájult, vagy meghalt? Most elájult, vagy meghalt? Ugye nem halt meg? Ugye nem? Életrajz frissítve, Bill. Megmentettük az életét.
Telefonkönyv. Megállítjuk a játékot egy fél pillanatra. Tehát, srácok, jegyzetfüzet, azt mondja, Becky megment, hatástalanította a bombát, és megmentette Van Stone életét. Tehát a bíró eszméletét veszítette, nem halt meg. Nagyon jó. Azt mondja, Becky, azt mondja, megmentette Bill bírót az orvadász bombájától. Nagyon jó, tehát két info is bizonyítja az, hogy nem halt meg. Okés. Na, nézzük. Tehát most valakit fel akarunk hívni. Felhívom társamat, vagy felhívom Felicity-t. Most az a baj, hogy nem tudom, hogy kiben lehet bízni. Felicity-ben, vagy a társunkban. Mondjuk a társunk eléggé magas. Én még mindig nem tudom, hogy mennyire bízzak Felicity-ben. A társamat hívom fel. Jézusom, Becky, hol vagy? Uramisten, Tom! Azt a fülest kaptuk, hogy fogjul ejtetted Van Stone bírót. És az Elliot Hotelban vagy. Bekerítettük az épületet. Mindenféle rasszizmus nélkül mondom, akit üldöztünk, az fehér. Kell. Kérlek. Tehát Felicity-t nem merem felhívni még mindig. Bemegyünk. Nem merem felhívni Felicity-t még mindig, mert nagyon gyanús volt nekem az a bárban a beszélgetés, a kapucni, a szürke felső, minden. Becky, azt mondja, túlélte csapdát, szökni próbált a szállodából. Akkor most szökni fogunk? Úgy néz ki, hogy akkor most szökni fogunk. Kis türelmet. Oké. Várok. Kezd izgalmas lenni egyébként. Meg eléggé végjátéknak tűnik. Ez az egész. Jó van, jönnek a rendőrök. És most? Most légy okos, találj ki valamit. Nem, nem menekülök el. Az olaj a tűzre, hogyha menekülök. Állj! Letiltani! Azonban! Hát, ha nem lőnek le. Együtt működünk. Tegye a kezét a torkójára! Maradjon ott! Maradjon ott! Oké! Oké! Esélyünk úgyis lesz tisztázni magunkat, meg elmondani, gondolom én. A muszáj lesz. Rohadt izgalmas amúgy. Iszonyat durván izgalmas. Életrajz frissítve, na nézzük. Rix. Letartóztatta Beckyt az orvadász gyilkossággal kapcsolatban. Kösz. Igaz, hogy nem én voltam, én is egy áldozat vagyok. Oké, 10 órával vagyunk egyébként. Szóval mit tegyünk? Mi a következő lépés? A szökés után. Fogalmam sincs. Annyira közel járt már. De nem eléggé. Becky velem volt Calvin halálának estéjén. Egész éjjel. Ha nem ő ölte meg, az azt jelenti, hogy az orvadász még szabad. Felicity, tudom, hogy segíteni próbál, de minden bizonyíték Beckyhez vezet. De hát ártatlan. Maguk rendőrök nem állnak ki egymásért. Kéne valami pedig. Ingatlan szabályuk? Hogy rendőr a rendőrnek nem farkasa. Igen, pontosan. Az csak duma, amivel az akadémia nevet. Ha, fassa. Nem látom, hogy miket írkálnak oda. Később, igen. Azt mondja, Becky segített megszökni Finnnek, igen. Azt mondja, Finn rátalál Adamre, igen. Becky hívott egyet a bárban. Ezt nem kellett volna egyébként. Szállodában tért magához, és azt mondja, bíróra, meg ugye csapdát szereltek, bla bla bla. Jó, hát akkor essük neki a folytatásnak, mert kíváncsi vagyok még mindig, hogy fog alakulni. A mai nap folyamán William Van Stone bírót elrabolták a város keleti részén található otthonából. Mostanra már megmenekült és igyekszik túltenni magát a történtekkel. De a bíró az elmondhatná, hogy nem én voltam. Megadta magát a rendőröknek. Nyíltan tagadta bűnösségét. Ennek ellenére mind a Van Stone ügyben, mind pedig Jack Calvary felügyelő meggyilkolásának ügyében gyanúsított kezelik. De...
Ez nem igaz. Nem megerősített forrásból származó információk szerint Becky Marni felügyelő segített a sorozatgyilkos Jonathan Finnnek a szökésben. Jonathan Finn még mindig szabadlábon van, fegyvere van és veszélyes. A nyomozás folyamatban van. Riggs őrmester percekkel ezelőtt tájékoztatta röviden a sajtó munkatársait. Az fasza. Igen, letartóztatták Becky-t, ezt az infót kaptam. Finnről meg továbbra is bújkál. Ez a két infó jött most telefonra. De a bíró egyébként az tisztázni tudna. Megerősíthetem, hogy Becky Marnit letartóztattuk. Többet nem mondhatok. Köszönöm. Nem tudom, hogy Marni felügyelő volt-e az orvadász. Nem tudom bizonyítani. De volt indítéka. És talán lehetősége is. Azt hiszem, a kérdés, hogy bízom-e benne. Régóta kérdezgetem már ezt magamtól. El kellett volna menekülnünk. Állítja, hogy Marni segített önnek. Csak elmondtam, mi történt. Ön szerint lehetséges, hogy valamilyen személyiségzavarral küzdött? Úgy érti, hogy őrült volt? És két kapura játszott? Ebben a városban bármi megesed. Marni tökéletesen eltüntette maga után a nyomokat. Ő is rendőr volt, így pontosan tudta, hogyan tegye. Szakértőként én úgy gondolom, sosem fogjuk tudni megfejteni Marni összes titkát. Ez de így szar. Intelligens volt, manipulatív, és bárki nárgázolt, különösen azokon, akik megbíztak benne. Ez így szar! De legalább most már nem árthat senkinek. Hát, nem is tudom, érthetetlen az egész. Azt hittem, rábukkant valamire. Nem hiszem, hogy ő lenne e mögött. Hát nem is. Megbíztam benne. Igen. Megbíztam benne. Katie Cassidy, mondtam én, hogy ő a zöldi jászos csaj. Hát srácok, ez egy kurva szar végigjátszás volt már, ami a lezárás. Maga a játék az kurva jó volt, de a lezárás azt ott el kellett volna, hogy meneküljek a végén. Csak én azt hittem, hogyha majd együttműködő leszek, akkor lesz esélyem arra, hogy tisztázzam magam, hogy nem én vagyok a tettes. Én azt hittem, hogy akkor minden helyre fog jönni. És rohadtul nem. Ennek a játéknak az a szépsége egyébként, hogy mivel döntéseken alapul az, hogy hogyan alakul a történet, hogy így többször végig lehet játszani a játékot. Ezzel egy a baj, hogy nem tudom. Engem most rohadtul idegesít, hogy egy rossz befejezést csináltam meg, és hogy Becky-t letartóztatták. Majd most őt vádolnak. Mindennel. Őt vádolják minden szarsággal. De így viszont jegyzetekben nem kaptam semmit. Azt mondja, hogy Felicity találkozott Becky, ez oké. Okay. Azt mondja, Becky azt mondja, hogy igen, letartóztatták az orvadász gyilkosság ügyében. És így ennyi. Ez a játéknak a vége, hogy letartóztatták. Finnről meg annyi van, hogy továbbra is bújkál és körözés alatt áll. Ez full a vége. Tehát itt Becky-nél, tehát amikor olvastam azt, hogy menekült, tehát itt van, hogy túlélte a csapdát és szökni próbált a szállodából, tehát ott tényleg a szökésre kellett volna rámennem. Tehát mi lett volna akkor, hogyha rámegyek a szökésre, akkor valószínűleg találkoztunk volna Finnnel, és megtaláltuk volna Edemet, és akkor tisztáztuk volna a helyzetet, hogy mi újság volt. Vagy én nem tudom, tehát ez, hogy így most Becky-t tartóztatták le, ez szerintem olyan szinte egy rossz befejezése a játéknak, hogy az nem igaz.
Viszont végig izgalmas volt, meg jó volt, annak ellenére, hogy nekem csak így irányítgatni kellett a dolgokat. Tehát meg dönteni kellett volna. Így konkrétan, tehát elmondom, hogy mi történt. A játéknak az első percétől az utolsó pillanatig csak jó döntéseket hoztunk meg, akarva, akaratlanul, de tényleg csak jó döntéseket hoztunk meg. A rossz döntés sorozat az ott kezdődhetett meg, amikor a bárban ittam a piából. Az talán egy rossz döntés volt, de hogyha ott is teljesen mindegy, hogy mit csinálok, akkor is elrabolnak. Tehát ott több, mint valószínű, hogy igen, tehát lehet, hogyha nem iszok bele a piába, akkor máshogy rabolnak el, vagy attól függetlenül is beleiszik, tök mindegy. A rossz döntés az ott kezdődött, hogy amikor döntenem kellett, hogy menekülök, vagy megadom magam, akkor ott el kellett volna, hogy meneküljek. Csak én jóhiszeműen azt hittem, hogyha megadom magam, akkor tisztázni tudom majd magam. Itt láttátok a játék végén is egyébként a bíró azt mondta, hogy ugye megmentettük meg ilyenek. Tehát ő kiállt mellettünk, ő elmondta, hogy mi történt. Egy szóval nem mondta egyébként, hogy én raboltam el, én voltam, aki bombát rakott bele, stb. Tehát az ott el kellett volna, hogy meneküljek. Csak az a baj, hogy mi van akkor, hogy ott meg elmenekülök, és az megint olaj a tűzre, mi van akkor, hogy a menekülés közben meg elkapnak minket. Ó, ez fakt. Streki meg most ír, hogy GTA-zunk. Igen, mindjárt GTA-zunk, megyünk egyet online-ba vandálkodni. Tehát ez egy nagyon jó kérdés. Biztos, hogy még a játékot végig fogom játszani párszor, de... Hogyha esetleg van PS-etek és kedvet kaptatok volna a játékhoz, most láttátok és végignéztétek esetleg nálam az egész végigjátszás, mert egyébként a játék nem hosszú, mert most tart a felvétel, 2 óra, mindjárt 7 percnél. Ezt így vágatlanul szeretném feltölteni, mert egyébként nem volt egy hosszú játék. Ez mint egy 2 órás film egyébként. Tehát, hogyha esetleg láttátok nálam, végignéztétek a végigjátszást, és láttátok az összes döntésemet, meg úgy nagyjából szerintem elmondtam, hogy mit, miért hoztam meg, melyik döntést és mi okból. És ha kedvet kaptatok a játékhoz, és van PS-etek, akkor nyugodtan szerezzétek be, és más döntésekkel vigyétek végig a játékot, és én is ezt fogom egyébként tenni nem sokára, tehát valamelyik nap újra nekiesek a játéknak, arról már nem tervezek végigjátszást. Szerintem ennek a játéknak az első first play benyomása volt az, ami nagyot szólt. Nyilván a játéknak a másik befejezése sokkal jobb, mert biztos, hogy van más befejezése is, mint ez. De mondom, a játék az nálam 10/10 volt. Kegyetlen jól nézett ki. Izgalmas volt végig, még hogyha egy első ránézésre nem is annak tűnik, de végig izgalmas volt. A hangok is nagyon jók voltak, a szinkron, tehát én nem tudom, hogy az angol szinkron milyen hozzá, de a magyar szinkron zseniális volt hozzá, egyetlen egy hibája volt a szinkronnak, hogyha a magyar szöveg egy picit hosszabb, mint az eredeti angol, akkor a szinkron színész, a szinkron színész elkezdte összehadarni a mondatot, és akkor abból az lett volna, hogy most elmegyek, iszok egy vizet. Tehát most körülbelül egy példának ezt hoztam, mert drink water lett volna eredetileg, vagy valami hasonló, elmegyek iszok egy vizet, mert az milyen finom, és így elhadarja a mondatot, mert időben ugyanannyi kimondani a két mondatot. Ez egy negatívuma volt egyébként a magyar szinkronnak, de egyébként érezhető volt, hogy profi szinkron színészekkel fordították le, illetve mondatták fel a szöveget, mert érezhető volt egyébként, hogy profik dolgoztak rajta. Én nem bánnám egyébként, hogyha a jövőben, mert ugye most PS-re egyre több játék jelenik meg magyar felirattal, én nem bánnám egyébként, hogyha ilyen, ezt a színvonalat tudnák hozni magyar szinkronban is, én nem bánnám, hogyha a játékok megjelennének magyar szinkronnal is a jövőben, mert ennek a játéknak kimondottan jól állt, és kurva jó volt a magyar szinkronja. Nagyon tetszett egyébként.
Nem tudom egyébként, hogy meddig tart még a stáblista, a játékról szerintem elmondtam mindent, mert a karakterek egész jók voltak. Ez a telefonos megoldás egyébként nekem nagyon... először furának éreztem, mert én még életemben nem láttam ilyet, hogy egy játékot telefonnal irányít, csak olyat már láttam egyébként, és pont a Tomb Raider 6-nak az esetében, hogy DVD lejátszóba be lehetett rakni a játékot, úgy volt egyébként megírva, vagy én nem tudom, hogy mi, és a DVD lejátszónak a távirányítójával lehetett irányítani Larát, ilyenről már hallottam, akkor is meglepődtem, hogy van ilyen, de ez, hogy telefonnal irányítsak egy játékot, hát ez simán lehetett volna a kontrollerrel is, csak ugye hát ez teljesen más elven működik ez a dolog, és itt írja egyébként. Nézz a tévére. Fókusz. Nézz a tévére. Monitor van. Mert itt van egyébként, meg is tudom mutatni Becky-nél a végét. Tehát ez így néz ki. Becky. Ott is írja, ugye Becky, fókusz meg van, és itt a legalja, az utolsó bejegyzés. Remeg a kezem. Nem tudom mennyire látszik, majd letartóztattak. Na mindegy, szóval nekem ez egy picit fura volt, hogy én nem tudtam elképzelni, hogy milyen lesz majd az, hogy én majd ezt telefonon fogom irányítgatni, meg simogatni a kijelzőt, és hogy így kell irányítani a játékot, de egyébként egész jó volt, tehát hozzá lehetett szokni, teljesen jól kezelhető volt, igazából sok minden nem kellett, csak az a tényleg megtalálni a tárgyakat időre, mondjuk sok olyan nem volt a játékban, amikor bizonyítékokat kellett keresni. A döntéseket úgy kellett hozni, hogy vagy jobbra, vagy balra húztam a kurzort, illetve hát ilyen slégan felfelé, ugye ilyen 45 fokba. Tehát én nem gondoltam volna egyébként, hogy ilyen van, meglepődtem, gyorsan ráéreztem egyébként, eléggé ötletes, és pont most a napokban fog valamikor megjelenni még egy ilyen játék, fú, az viszont élőszereplős lesz, és az is hasonló sztori alapú játék lesz, és az viszont úgy tudom, hogy csak magyar felirat fog készülni, nem is tudom, valami Rebecca, vagy valami hasonló, tehát egy név, egy női név lesz a játéknak a címe, nem jut eszembe a játéknak a neve, élőszereplős, ilyen interaktív mozi lesz, az is pont ugyanígy, mint ez, és ahogy láttam egyébként az előzetesét, azt is így telefonnal kell majd irányítani. Hát majd meglátjuk. Lehet, hogy azt is végig fogom játszani, ha nem is a megjelenés napján, de egy picit később majd végig játsszuk, mert megfogott az is. Szóval, ja, jó játék volt egyébként, nekem tetszett. És az a helyzet, hogy ha már idáig vártunk a stáblistával, most már megvárom, míg végig megy. Főleg azért, mert azért ez a játék, ez, mint mondottam korábban, ez 10/10 volt, mert hangulatban nagyon ott volt. A zenéket, amiket írtak hozzá, nagyon jó volt. A magyar szinkronhangok is, de ezt már ugye mondtam. A grafika zseniális volt, tehát az esőcseppek meg pláne. Az arcmimika, minden nagyon jó volt. A döntések, amik elé állítottak, megint olyanok voltak, hogy te atya úristen. Csak mondom, a végén ne hoztam volna meg azt a hülye döntést, hogy megadom magam. De ettől szép ez a játék, hozzál egy döntést, és nem tudod, hogy az most milyen hatással lesz. Tehát ez a játék, ez a játék stílus, ez pont erről szól, hogy a döntéseidnek súlya van. És ha meghozol egy döntést, egyébként erre fel is hívta a játék a figyelmet ugye a legelején, hogy a döntésünk nagyon komoly hatással lehetnek majd a történetnek az alakulására. Hát ez a játék végén be is bizonyosodott, amikor megadtam magam, hát sikeresen letartóztattak a Szabó Rihárt. Itt vannak egyébként magyar nevek, ki gondolta volna egyébként, hogy magyar emberek fognak rajta dolgozni. Majd arra leszek kíváncsi, hogy itt a kreditsnél, ezt vissza fogom nézni, mert annyira elbeszéltem az időt, hogy valahol a magyar szinkronhangokat leírják-e. De ez egyébként úgy lett volna nagyon durva, hogyha a film hatást hozza, és így a játék végén így egy narrátor bemondja, hogy kik voltak a magyar hangok. Hát az meg akkor a 10 pontból 11-et kapott volna a játék, de ez tényleg nagyon jó volt. Ezt egyébként bátran merem ajánlani mindenkinek. Tehát aki szereti a sztori alapú játékokat, mindenféleképpen vigye végig,
és ezt egyébként fogom ajánlani Zenda barátomnak is, és meg fogom nála nézni a végigjátszás, mert Zendát ismerve ő megint más döntéseket fog hozni, bár mondjuk ő is inkább a békés útvonalon fog végigmenni, de ő már lehet, hogy nem fogja egyébként Finnt elengedni. Hehe. Na majd meglátjuk, fogom ajánlani egyébként Zendának, meg még szerintem Strekinek is, mert ő most visszatért Twitchre, és ő live-ba lehet, hogy végig fogja játszani a játékot. Mert tartani egy ilyen két órás live-ot, abban simán végig lehet vinni a játékot. És most egyébként az lesz, hogy hát nem tudom, hogy végig játszom a játékot, vagy nézek esetleg más videókat, streamereket esetleg, hogy ők milyen döntéseket hoztak meg. Fogalmam sincs. Inkább végigjátszanám a játékot újra. Annak meg lenne a maga hangulata. De ezt én nagyon élveztem. Tehát nem bántam meg, hogy beszereztem ezt a játékot. Azt hallottam, hogy nagyon jó. Meg annó, amikor megjelent, akkor ugye nyomta a Papi is, meg Nessa is, meg Zsozi is nyomta. És azt tudom, hogy ők oda meg vissza voltak érte. Lehet, hogy náluk majd megnézem a végigjátszásokat, nem tudom, Nessai azt tudom, hogy végigjátszotta, de nem néztem meg nála a játékot. Zsozét nem tudom, hogy végigjátszott-e, Papit se, Nessai tudom biztosra mondani, mások szerintem nem játszották végig. Most már Pi is végigjátszotta, úgyhogy erről ennyit. Most már nálam is megtekinthető a játék magyar szinkronnal. Úgyhogy ennek nagyon örülök. Én tényleg nem bántam meg, hogy beruháztam erre a játékra, mert megérte. Mondom, egyetlen egy negatívuma az, hogy nagyon rövid. Mert egy jó két óra hossza alatt végig lehet vinni a játékot. Hát tulajdonképpen, mintha egy filmet nézni, egy egész estés két órás filmet nézni, annyi az egész játék. Tehát ebből egyébként nem is állna jól, hogyha csinálnának mozifilmet, rendes mozikba, a vásznon, tudjátok, ahogy van ez. Mert úgy meg kiveszne a varázsa az egésznek, hogy a játékos által hozott döntések, ugye, hogy befolyásolják az eseményeket. Bár mondjuk nem tudom, hogy emlékeztek-e arra, hogy évekkel ezelőtt, amikor nem is tudom, hogy a fűrésznek hanyadik része jelent meg, ami a szoláriumos volt, meg a medencés, meg mit tudom én. Hát az a rész volt az, hogy DVD-n, ahogy megjelent, ott lehetett döntéseket hozni, vagy például a szoláriumot, meg a mit tudom én, hogy hány fokra tekerjük föl. Tehát most csak mondok valamit 30 fokra, vagy 50-re. Tehát ott lehetett ilyen döntéseket hozni a DVD kiadásban. Tehát megoldani meg lehetne, csak nem biztos, hogy jól néz neki. Vagy én nem tudom. Tehát ez moziban biztos, hogy nem. Lenne egy alapvonal, amin végigmenne a film moziban, de DVD-n meg már te tudnád alakítani a történeteket. Én azt mondom, hogy ez még mindig jobban megállja a helyét, így monitoron, tévén, játék formájában, mint filmben. De mondom, maga a játék az a rohadt életbe. Tényleg, én bátran ajánlom mindenkinek, én nem bántam meg, hogy játszottam vele, végigjátszottam. Látjátok, egy húzomban, egy ültömben végigjátszottam a játékot, annyival magával ragadt, vagy annyira magával ragadt az egész. Hát, ácsi. Annyira magával ragadt a játék, hogy végigvittem egy ültömbe. Te ki vagy? Na minden itt. Jól meggyűlhetett a baja a patkányokkal. Adam. Végülis rossz befejezésnek rossz befejezés, de annyira mégsem. Mert hogyha most Beckyt letartóztatták, leültetik szépen a sítre, remélem, hogy nem végzik ki, mert ez ugye nem derült ki a játékból, hogy milyen ítéletet fog kapni, hogy most csak börtön, vagy ki is végzik. Bár mondjuk Finnből kiindulva, hogy őt halálra ítélték, valószínűleg Beckyt is, mert ugye most bekirekenték rá az egész gyilkosság sorozatot. Folytató, tehát így most ezzel az after credits jelenettel folytatódni fognak a gyilkosságok.
ami valamilyen szinten egyébként Beckyt tisztára tudja mosni. Tehát rossz volt a befejezés, de így annyira mégsem. Na mindegy, srácok, eszméletlen királyjáték volt, próbáljátok ki, ti is, vigyétek végig, ti is. Én Pisti voltam, köszönöm szépen a figyelmet, remélem, hogy tetszett ez a végigjátszás. Tudom, egy picikét hosszú lett, mert 2 óra 20 perc, nem muszáj egyben megnézni, de engem annyira lekötött a játék, hogy én ezt együtönbe egybe végigjátszottam, és nincs szívem megvágni a játékot, videót sehol, mert ez egyben izgalmas és egyben jó megnézni, ez annyira jó sztori volt. Le a kalappal a készítők előtt, és várom az Until Dawn fejlesztőinek a következő játéket, ami nem is olyan sokára fog megjelenni, csak mivel az multiplatforma, azon nem lesz magyar felirat, ez mondjuk szomorú egy picikét, mert a csak PS címek azok magyar felirattal szoktak jönni, már most egyre több. Na mindegy, srácok, köszönöm szépen a figyelmet, a következő videóban találkozunk, addig is, szevasztok!